Clash of the Titans nem bemutattam már az Xbox 360-as verzióját, ez megegyezik a PS2-es és PSP-ssel is, csak grafikában másabb. Aztán folytattuk, megnéztük, hogy milyen a helyzet a Nintendo DS-en, ez elvileg szerintem egy jobb verziója, mint az Xbox 360-as. Viszont megjelent még egy konzolra, ami nem más, mint a Game Boy Advance, szóval ott is megvan nekünk a Clash of the Titans, erre is megyünk és időt szánunk, ezt egy teljes videóba fogom végigjátszani, annyit még hadd mutassak meg, hogy itt van ez a kis kézikönyv a Game Boy Advance-hoz, és a hátulján mit reklámoznak? A Spyro-t, erről van végigjátszás, ez a második Legend of Spyro, na de mi azért vagyunk itt, hogy végigjátsszuk a Clash of the Titans-t, ami a Game Boy Advance-ra megjárt, kifullozzuk ezt a titános részt, remélem ti is vártátok, sziasztok, én Peti vagyok és üdvözlök itt mindenkit egy újabb végigjátszásba, Clash of the Titans, nézzük mi újság a beállításokba, zene, nyelv és a stáblista, jól van, menjünk és kezdjünk egy új játékot, oké, és na nézzük mi a helyzet, úgy 1-2-3-4-5 darab szigetről van itt szó, nem mehetünk sehova, hanem csak a Wumpa szigetre. A Wumpa szigeten belül még van 2-4-5 darab, hát mondjuk ez nem tudom, ez mindegyik pálya-e vagy mini játékok, de a Bandicoot Beach, itt kezdünk pihenéssel, a Crash 4-be is pihenés. Á, megint pihen ez a Crash. Ébb, regy fel, ismertek azt a dalt? Na jó, az egy régebbi dal volt, hogy ébb, regy fel, nem, hogy neked fáj, Crash, most nem aludhatsz, Neocortex itt van, korruptálta a Tiki Power-ét a szigeteknek, hogy a békés lényeket szörnyű szörnyetegeké változtassák. És akkor jó, figyeld, mit integet Crash, hagyja, aludjak. Crash, püf, indulás! Sietni kell, mert nem tudjuk, hogy mi a terve Cortexnek, mit fog tenni ezzel az erővel. Ó, ha itt is van Cortex, üdvözlök minden henchment és henchwoman segédet és nősegédet. Azért gyűjtünk ma itt össze, hogy megbeszéljük minden gonosz tervnek az anyját, vagyis hát a Mother of All Evil Plans, én csak próbálok fordítani. Tessék itt a terv, a Dominator! Ez az a Clash of the Titans-es Dominator. Végre megvan a technológia, hogy elkészítsük azt a robotot, ami majd tönkre vágja a Wumpa szigetet egyszer és mindenkorra. Az erője, ami a Dominatornek van, azokat a bandikultokat ki fogja iktatni, nem lesz több baj velük. Szóval ehhez viszont szükségem van rátok! Együtt majd elkészítjük a mutáns sereget, ami majd a Wumpa szigeteket és a többi szigetet megfosztják a természetes erőforrásoktól. Engine, Tiny, Nina, és itt volt Dingókám, ide is betették, ezt már szeretem. Brilliáns terv, Cortex, jól szolgálod a mesteredet, de először ki kell iktatnunk Crash Bandicootot, ez pedig egy csapdába csalással fog történni. Elkaptam a testvéremet Aku-Akut és egy ketrecbe zártam, Crash pedig túlságosan bolond ahhoz, hogy kimentse. Miután Crash kitűnik, akkor semmi sem fog megállítani minket. Uka-uka! Na jó, akkor úgy tűnik nekem, hogy ez itt az Xbox 360-as verziónak a története legalábbis. Csak kicsit úgy... akkor Aku-Aku itt van? Egy kis Fincsi, jó, Fincsi Wumpa, jó, az is számlál van, tehát egy kicsit le van azért úgy csupaszítva, de azért itt van a sztori, amit az Xbox-ba tapasztaltunk, 3-2-1, aztán robbanás, jó, és aztán a másikat is be kell indítani? Ajajaj, na jó, nézzük, ott van egy kicsike, na nézzük a támadást, egy ütögetés, nem, vera, meg ne csípjen, jaj, jó, semmi. És csak egy tiki maszk, ezek ritkák és erőteljesek, gyűjtsük össze, hogy az arénát feloldjuk.
Jó, hát majd meglátjuk. Egy checkpoint. Jó, ezt akkor elmentjük a checkpointunkat. Rendben, kapaszkodó. Jó, velünk rá lehet kapaszkodni. Ja, fölfelé még meg kell nyomni, és utána mehetünk. Figyelj, milyen lila karika van azon, hogy Aku segít nekem azzal a lilával, vagy hogy van? Nitro? Hát annak én nem ugranék neki, vagy jó, azok felrapa. A Nitroba is vumpa? Oké, hát érdekes. És akkor itt van, nézd csak, és itt van egy élőlény, menj közül és támadjad. Hey, hát ez az Electric. Ez már az Electric, pedig ez volt az utolsó titán, akit belerakott a játékba az Xboxnál. A DS verzióban egyáltalán nem volt benne, ott teljesen fullan újak voltak, és egy Mojo volt. Itt Doom Monkey-k az elején, már is Engine-nek a segédjei, ez egy robbantás. Jó, akkor azért, hát vettek, wow. Na ez viszont szerintem valami újfajta titán ellenfél. Úgy, azt úgy gondolom. Jó, kapaszkodós. Jó. Akkor így felmegyünk. Egy szürke maszk, 1x10. Ó, méhecskék, hűha, oda tudjuk dobni. Na lássuk, akkor a dobás, felemeljük és eldobjuk. Jó, nem rossz. Felugorni, aztán így, opá, várj, ott alul az ott, mi újság? Az az alsó csík. Opa, Cortexen, boss fightom, vagy mi újság? Na nézd, csak ki van itt. Hát nem az a rossz Crash Bandicoot, aki meg akarja menteni. Akut természetesen a tervem brilliáns, és te a csapdámba estél. Most neked annyi végleg. De hogy menekülés utána megfordul. Pif, figyeld! Hó, milyen trükköt nyomod, láttad, hogy megfordult? És utána ott lövöldöz még 2-3 ütés. Visszaugrasz hozzá? Nekem jó az is, de azért... Mi van? Ajaj, lehet, hogy nyertél, de visszatérek, legközelebb nem fogsz elmenekülni. Nincsen ötleted, hogy mi fog várni rád. A drága Wumpa szigetednek vége. Még menekülnék, a helyedben lennék. Én pedig ezzel befejeztem a pályát? Rendben van. Szörnyű volt a szereplésed, Cortex. Nem tudtad legyőzni Crash Bandicootot. Nem értem, hogy mi ebből olyan nagy dolog. Elloptuk a kristályokat és felhasználjuk a tiki maszkokat gonoszságra. Még Coco és Crunch is elraboltuk. 4 az 5-ből nem olyan rossz a tervek szerint. Vagyis inkább én loptam el a kristályokat, én hoztam el a tiki maszkokat, és Crash Bandicoot még mindig életben van, ezt már uka-uka mondja a maszk. Cortex, le foglak cserélni! Micsoda, hogy megfordulkozod? Mi? Engem nem lehet lecserélni, az én nevem van a leveleken. Szóval itt a te lecserélőkét. Nina Cortex, ott van a fülembe a szinkron, ott van. Ugye. Bocsi bácsikám, ez ugyanaz úgy tűnik, itt van nekünk Coco, használjuk az agyát, hogy megépítse a robotot, ez ugyanaz a sztori. Habár Crunch most itt csapdába került, és az nem úgy volt az Xboxos verzióban, Crash majd eljön értünk, és mindkét seggeteket szét fogja rugni, így bizony senki sem kötekszik a bandikútokkal, Crash és Aku majd érkeznek, értem, és Cocoért nem menekülhettek, és nem bújhattok el. Azt mondja, nem is tudják, hogy egy csapdába jön majd Crash. Remélem Crash megpróbál idejönni, úgy is kell egy új bőrkabát, vagy szőrmekabát, vagy mit is mondod. Na elég ebből. Tiny, te vidd el Crunchot és Tiny viszi Crunchot, Nina viszi Cocót, és a többiek tudják, hogy mit kell tenni. Menjetek, dolgozzatok a Dominatoron, csináljatok több mutáns katonát. Azt akarom, hogy Wumpa Islandnek annyi legyen. De ez mondjuk Nina mondta, és nem Ugaukat. Szóval a sztoriba és a szövegelésbe kb. Ugyanaz, mint ami volt az Xboxos verzióba. Csak annyi, hogy hát más mondja, meg kicsi változtatások Crunch-a. Jó, meglátjuk, hogy hogyan változik még a sztori, mert ez igazából nagyon hamar, tehát ez az első pálya. És már ott tartunk, mint a harmadik, negyedik epizódban, ami az Xbox verzióban van. Ha mondjuk igaz, hát ez azért nem olyan nagy ez a játék, hát azért Game Boy Advance-ről van szó. Oké, akkor itt van, itt mutatja és mondja, hogy mi az a jackelés.
hogyan működik, egy kiütés, és akkor rá kell ugorni, használni kell a maszkot, így bizony, akkor ezek után egyik ellenfélről másikra is rá lehet csekkelni, itt lesznek akkor, nézzük, más támadás vagy leugrás, megnézzük, hadd mutassam meg az ellenfélnek a nagy támadását, a special, ez és ez feltöltődik, amit ott látunk, azt mondja, az a sárga csík, az a special képesség, ott bal felül, a piros meg az életünk, azt mondja, le kell ugrani néha, és akkor a leugrás az a el, az a kaloldali, ha bár, itt nem kell leugrani, nem tudom, elég szép, nagyot tud ugorni ez, sőt, szerintem ezeket is szét tudjuk ütni, nem? Csak Jackelt ellenféllel tudjuk szétszedni őket, akkor csapjunk oda. Ez is szerintem valami, vagy a Spike nevű titán, hát nem vagyok benne teljesen biztos, hogy ez a Spike, mert olyan furcsa nagy farka van, nem tudom, ilyen skorpiós, vagy ilyen valami másfajta lesz. Ezt szétütni, ezt nem lehet. Oké, kapaszkodni, na azt nem tud. Oké, tehát akkor kapaszkodás ott nem fog menni. Odafent, hogy van-e még extra, nagyon drága kövek vannak itt, meg lehet venni ellenfeleket, ami vending machine-ba van. Mi? Ellenfeleket lehet venni. Oké, stealth crate, oké, ezt lehet szépen csöndbe használni, ez ilyen lopakodó üzemmód. Hát akkor nézzük meg, nem? Akkor leugrok, vagy visszafel lehet ugrani, ez is jó mondjuk, és akkor így, ha ezt törjük, oda csapunk egyet. Ja, de ezeket nem is lehet szerintem jackelni, azokat az ellenfeleket. Még egy drága, vagy ott kettő volt? Hát, nem tudom. Itt van az embetű. Ez a Cortexnek a liftje. Vigyázz, mert általában mutánsok védik. Van egy control panel, ami aktiválja ezt a liftet. Találd meg, és akkor utána, jó, ezt akkor el kell pusztítani, és akkor utána működik, de arra is lehet menni, meg fölfelé is. Nézzük meg felfelé, mi a helyzet. Ez az, kristályok, ez kell nekünk, ellopta őket, de akkor most mégsem lopta el, vagy csak mindegy. A lényeg, hogy sebezhetetlenné tesznek egy darabig, tehát ez egy ilyen segítség egy kicsit. Úgy veszük egy 10, upgrade feloldva, most már a dupla ugrás van. Oké, tehát akkor azt hittem az a pályán van 10 darab mojo, de nem, az a mojo számláló ott fent, középen, az a csak a csekkesen, amit tudnak. Nem tudok beszélni, mert mindig előjön valami oktató mód. Itt akkor lejövünk. Aha, hát akkor itt fel tudunk még menni vissza. Nézzük meg. Átugrok arra. Vele, a másikra szeretnék. Gyere csak elő. Hey. Te hogy élettél fel? Nem akartam úgy leütni. Hogy az a... Na nem baj, akkor menj. Hey. Na szóval, kezdtem akkor ott, hogy a mojo számláló az nem pályára van, hanem crashre van ez így kialakítva, ugyanis ő nála akkor tudunk fejlődni, és a fejlődés után pedig feloldunk dolgokat. A feloldás pedig, akkor ez, hát ez idáig lehetett csak jönni. Jó, feloldás pedig úgy működik, mint az Xbox verzióban, hogy ha feloldunk valamilyen képességet, azt a játék adja, nem pedig mi dönthetünk arról, hogy most azt mi szeretnénk, vagy nem szeretnénk, vagy választani sem lehet, hanem majd hello! Hát adok én neked olyat, figyelj, ilyen nagy támadást én is tudok. Hát hányszor üssek még rá, nem gyere csak elő, oké, megvan a mojo, aztán csapok ide is, itt is mojo, oké, és ezzel pedig mentés, és a pálya vége, gondolom én, vagy nem, folytatódik tovább. Na de ez a következő pálya, vagy? Tudod, hogy olyan erős vagy, hogy fel tudod venni, és el tudod hajítani Cortex minionjait? Jó, bennünk, aztán fogjuk, meg nézzük, meg felemelem. Hát ez nagyon komoly volt, megemeltük azt csett el, ha így figyelj, mert csak nem lehet, csak hey, ide jön mindenki, ad egy pofont, hát ez így nem szép dolog, vagy csak így ide jöttök, aztán pofozgatás van. Na hát akkor nem tudom, mennyire érdemes vagy szükséges egyáltalán nekünk az, hogy az robbanás, az úgy jó volt, ezeket titánnal lehet. Hogy mondjuk kellene a mojo-t mondjuk kifarmolni, az mondjuk egy kérdés nekem, hogy szükséges vagy nem. Azt viszont tudom, hogy ezeket össze lehet törni. Nem lehet összetörni, nem nézem. Még egyske is! Mert ha felugrunk és támadás, úgy az nem működik.
Jó, hát akkor azokat szerintem ott kell hagyni. Gyere, csapjál oda egy szépet. 75 fumpa, tehát ez nem egy új pálya, úgy gondolom, nem? Jó, annak annyi, át tudunk ugorni a másikra. Habár szerintem mindegy, hogy most ugrunk, nem ugrunk, vagy annyi, hogy a mojo-t össze tudjuk szedni. Itt le kell szállni azért, mert ott a kötélre rámászni, úgy gondolom csak crash tud. Ha lentebb kerülök, ott van-e valami rejtett? Oké. Bizonyám, van bizony rejtett dolog, hát nem ma kezdtem a crash-ezést, de lehet, hogy már eddig is hagytam ki dolgokat, szóval wow, de nagy erős, de úgy néz ki, mint a Spike, de szerintem nem, azért másabb egy kicsivel, csak a színe, lehet csak a színe téveszt meg valamennyire. 75, 72, na az mondjuk életet ad-e, vagy valami fejlesztés, mert az a helyzet, hogy csapjunk oda, hogy a Mojo-nál az feltöltődik, és új dolgok ad. A pumpánál nem tudom, hogy az ott hogyan fog működni, viszont a legyőzések és a fejlesztések azok kellenek, tovább jövök, de ott mondja, hogy essek le. Akkor nézzük meg, hogy mi van ide. Jó, majd visszafelé. A snipe, itt van már is a snipe. Jó, akkor hát itt issük le, hát támadjon már minket annyira. És akkor ütök ide is, meg oda is, ez az. A mojo-t elkérem, utána pedig a kapaszkodással megszerzem a drága követ. Ezt el lehet hajítani. Wow, ő is mindjárt 77 és 150, tehát tovább ment. Jó, akkor ez is halad tovább. Fejlesztéseket ad, vagy mit ad az a vumpa, de azt is úgy lehet növelni. Tehát, hogy ott is mindig, ahogy hátra rugott. Hát ez komoly volt, tetszenek azok a kis animációk, amúgy egész jó. Ahhoz képest, hogy Game Boy Advance-os játék, szerintem. Habár, ide kell egy nagy ellenfél. Nézzük, van-e itt mögöttünk esetleg? Hát elhajítottuk. Akkor ide le kell jönni majd valamelyik titánnal, hogyha tovább szeretnénk haladni. Nézzük, ez checkpoint 17. Oké, itt van egy vending machine, itt elkölthetem a drága köveket, és vehetek ellenfeleket. Szerencsés vagy, még bossokat is megvehetsz, mi van? Tough, tougher, vagy vicious, kemény, vagy keményebb, vagy pedig vad. Hát veszek egy keményet, nézzük meg, ide ledob egy keményet, és akkor itt van. Hát jó, ötöt, nem tudom még mire lehet Nem mehetek vissza! Vissza akartam menni oda. Na jó, hát akkor ez így sikerült. És itt van egy másik titán. Jó, szerintem nem érdemes lenni titán, tehát lehet, hogy szükséges, lehet később, hogy valami nehéz helyzet van, boss előtt venni egy nagyobbat esetleg, de valahogy nem érzem úgy, hogy ez szükséges vagy fontos lenne. Csak ezt vegyük fel, így láthatatlan mód. Tehát meglátjuk, a posztokat lehetne venni, na az igen, az már valami. Arra én is azt mondom, hogy oké, és azt vegyük meg, de mást biztos már erre most egy lövés, így. Jó, kaptunk akkor, és azokat aktiválni. Jó, aktiválódik mindegyik, volt benne azért jutalom, úgyhogy érdemes még felrobbantani is a TNT-ket, meg a nitrókat is, ha van rá mód. Ez mondjuk nem volt, még az alap crash játékban sem fontos úgy széttörni, hogy legyen benne valami. Azért fontos, hogy a drága köveket megszerezzük a pálya végén, mert az alap crash játékokban úgy van, hogy össze kell törni mindent, hogyha szeretnéd maxolni a pályát. Hát ugye ezt én szerintem nem tudom, hogy itt a maxolás hogy működik, hogy mennyire szigorú az az előrehaladás, vagy mi a helyzet, de azt tudom, hogy az Xbox 360-nál úgy epizódonként volt feltétel, hogy mi az, ami kell nekünk, és itt még szerintem nem fejeztem be pályát, vagy nem tudom, hogy volt ez, már nem vagyok teljesen biztos benne, lehet, hogy akkor egyből átkerülünk majd a következő szigetre, vagy hogy lesz, majd kiderül, de eddig szerintem, hogy két pálya, vagy egy pályán vagyok, de az biztos, hogy még a Pumpa szigeten, az arra már szeretném, hogy azért szóljanak, hogy na, átkerültél a másik szigetre, vagy valamit, azért csak szólnak, mert itt is itt van gyűjteni valahol, vagy akkor húgoljunk ide fel, innen át ide, jó, ezeket hogy nem tört össze, se baj, Doom Monkey-k ott vannak, innen egy támadás, az pont úgy felettük elment, hát kár érte, kár bizony, jó, megint volt egy kis mojo jutalom, ezzel sebezhetetlen vagyok, oké, mehetek tovább szerintem.
Mert hát ott láttam le lehet esni, de nagyon kíváncsi vagyok tényleg erre a pályára, hogy akkor pálya az be van fejezve, nincs befejezve, mi a helyzet. Úgyhogy én azt mondom, hogy az essen oda rá. De nem is sebezte a Nitro? Nem mondod. Hát ilyet, na nem baj, vegyük át. Itt érdekes, még a színe is más, ott vannak más színű titánok, úgy tűnik. Ilyen hősi titánok, amik inkább a Mind Over Mutantbe szerepeltek egyébként. Hát az ott volt alapból. Várja, mert na itt most az a helyzet, hogy kell lees. Nem, hát muszáj lesz, mert csak oda-vissza megy, vagy a másik oldalra rá, így. De feljutni meg nem lehet, úgyhogy jaj, tényleg le kellett jönni. Hó, leszed? Hányszor tudja ő bezzeg, tudja egymás után használni azt a képességet, az extrát, azt a lövőset? Na jó, a Mind Over Mutantről kezdtem el beszélni, hogy ott volt, hogy lehetséges volt ilyen hős titánokat megszerezni, úgyhogy majd arra is kíváncsi leszek, hogy ott mi a helyzet a más verziókkal, de itt egyelőre, mert most ezt a fát is sem, de vagy hogy van. Mi van itt ezekkel az ütögetésekkel? Aha, itt volt benne, és szét lehetett rúgni, és akkor így itt volt ez benne. Hát ezt szerintem el lehet hajítani, úgy oda, hogy most itt nincsen senki. Hoppa, dummánkik, azok viszont itt vannak. Jó, adhatják. Ezzel pedig mennék fölfelé. Még fentebb visz? Úgy, ezt már szeretem. Jó, nézzük meg ezt a pályát, hogy van-e vége, nincs vége, vagy mi a helyzet. Erre én most már nagyon kíváncsi vagyok. Vagy pedig nyomom a speedrun-t figyelj csak. Hip-hop, már el még egyszer. Hip-hop, az. Csak az lesz a baj a speedrun-nal, hogy nem lesz elég mojom, nincs elég fejlesztésem, és akkor bajba leszek, amikor majd a bosshoz kerülök, hogy na, akkor most mit élő legyek. Lehetséges, de remélem, hogy nem. Mondjuk a DS verziónál, hát nem voltak olyan nehezek a bosszok. Az irányítás miatt volt a Tiny Tiger-es egy kicsit úgy nehezebb, de az tényleg az irányítás miatt, hogy ott ilyen rollerezni kellett egy nagy gömbön, vagy hát ez volt így a neve, hogy roll, úgyhogy amiatt volt egy kicsit nehéz. Itt azért a titánok még felkelhetnek, úgyhogy az még ez kellemetlen. Viszont akkor hopp, a zene, jó, ez egy új pálya, ez tuti új pálya, vagy nem tudom, valami ilyesmi történhet. Nézzük meg a start menu esetleg. Start menu, exit to island, resume game, jó, és ezt selectet nyomjuk meg, akkor pedig az inventory mutatja, hogy miből mennyi van. Na most ez egy szigetről szól, egy pályáról szól, húha, mert zöld, szürke, meg nem úgy lenne logikus, hogy bronz, tehát van aranyszínű, tehát akkor ugye bronz ezüst, ez meg zöld ezüst és arany, tehát a bronz az valahogy kimaradt, úgy tűnik nekem legalábbis. Hát csak nyomjunk, akkor van ilyen rugás, megütés. Wow, hogy elkábított a Crash? Egymás után spameli, ez azért túlzás, én azt mondom. Azért annyi képessége, hogy lehet már? Nem azért, de nyom egyet, aztán neki nem kell újra tölteni, nekem ezzel kell tölteni. Nekem igen. És még megy, menekül, hogy utána trükközzön. Hello, bello, bizony. Átugrok akkor a másikra. És akkor haladjunk úgy. Habár itt kénytelen vagyok leszállni, mert ide rá kell kapaszkodni, és úgy tovább. Oké, odafent. Majd veszek egy drágát is, megnézem, hogy az megéri-e. Lehet valami újat ad, vagy valami másfajtát. Azt azért szeretném kipróbálni. Úgyhogy arra próbálok majd figyelni. Akkor, hogy bosszokat is lehet. Arra is megpróbálok figyelni, bosszokat megvenni. Az kemény lenne, tudod, legyőztük már Cortexet, és akkor megvenném, és akkor Cortexi elmegyek, játszható karakterek, akkor megduplázódnának, vagy hát akkor elég sokan lennének. Jó, na itt van, nézzük, Taftafer és Vicious. Hát akkor most vegyünk egy Vicious, nézzük meg az micsoda. Wow, hát ez egy ugyanolyan, csak annyi, hogy ez nagy pirosban van. Hogy most ennek az élete nagyobb lenne, és a képessége másabb, azt innen nem tudom eldönteni, hogy nagyot tud ugorni. Hát, vele nézzük. Nyomnám. Ó, egy csapásból szédülés. Mondjuk az lehet, hogy az azért erősebbet jelent. Hogy egyszer odaütöttem, és már szédül. Wow. Meg lehet az életpont az, amiben még úgy kiemelkedő. Szóval azért ez is lehetséges, hogy ez a változás benne. Ez egy olyan fal, amit... Aha, na nézzük a fal mögött mi van, hogyha titánnal kell nekünk azt szétszedni. Innen indítok egy extra. Jó, akkor be tudom aktiválni azokat is. Oda fent is aktiválódik.
komán leesik, aztán oda csapok neki. Ez egy béka titán, ez tudja egy békás. Jó, és akkor ez egy zsákutca, ahol vannak még további gyűjteni valók, és hát igen, így ennyi. Így ez a helyzet. Már ugorjunk át a másikra, mert ez már gyenge lesz. De most átugrottam a más... vagy mégre ugorod. Hogyha leugrok és felugrok, akkor újra max HP-val lesz ott. Figyeld csak, most nincs max HP-val, látod a pirosat? Figyeld, leugrok, megfordulok, visszafelugrok rá, max HP. Ez easy! Már is megvan, hogy hogy kell ezt a játékot maxolni. Mindig, ha van egy kemény titánom, akkor egyszer veszek egy titánt, és ott végig lehet utolni. Habár mondjuk, ha leesek, vagy valami olyasmi van, akkor, akkor nyilván az megszűnik. De azért nem rossz így, az elejére már is kitaláltunk egy kis jóságot. Várjál, ez akkor méhecskét küld? Akkor ez egy varangy! Ezért ugrál! Ja, oké, ez egy varangyféleség. Gyerünk, ugorjunk rá és haladjunk. Nagyobb ellenfelet úgy legyőzzük, de odafent van egy maszk, úgyhogy vissza, 10/15. Lehet ez is úgy van, mint a Mojo, meg ugyanúgy, mint a Wumpa gyűjtés, hogy egyszerűen csak, ha megvan a megfelelő szám, akkor utána jön a következő cél, tehát átugrik a következő célra, és annyi. De ezek a színezések, hát azokat nem tudom, hogy állunk, meg mint állunk. Lehetséges, hogy tényleg ott az erősítést jelenti, hogy valamelyik erősebb, mint a többi. Wow, vissza, és én is nyomok egy ilyen robbanósat. Oké, oda felugorni, hát az crash-el lehet, úgyhogy jövünk le. Crash-el sem lehet. Közben meg leütik a titánom oda fent vele. Hip hop! Hát az nem fog úgy összejönni. Várj. Ilyen azaz. Láttad ezt az ütést? Az elég jó volt, de a helyzet az, hogy vigyázni kell nagyon. Hogyha felugrok és onnan leugrok a titánról. Figyeld, levegőben nem lehet leugorni. Oké, és azt próbáltam megcsinálni, de nem jött össze, sajnos. Úgy tűnik a TNT-re rá lehet csapni, és akkor nem lesz baj. Ez viszont felvisz odáig, vagy... Jó, felvitt odáig. Úgyhogy csak az kellett oda, ennyi. Csapjuk le. Az még egy ilyen támadás. Hát az a dobozokat nem nagyon töri. Azt nem töri túlságosan nagyon. Ezzel indítjuk be. Akkor már lefelé. Hát de várjál, itt előtte még ezek. Hogy itt tovább. Hű, Geronimo! Bizony Geronimo! Hogyha így speedrunolok, akkor... Bajok lesznek, mi? Ugye? Még egy csapás. Jó, ugorjunk át. De akkor megmarad az előző is. Hát ezek mondjuk így kikerülésbe. Upgrade, spinetek. Jó, két ellenfél egyszerre, felfelé, miközben támadok. Jó, hát ezeket észrevettem, hogy így lehet kombózgatni, hogy haladok. Hoppá, az a boss fight jelző. Állj! Itt van. Ki van itt? Ó, csak te vagy? Crash és az az öreg fa deszka. Aku. Haha, a napjaidnak vége. Úgyhogy most megtanítalak, hogyan kell szórakozni Dingodile-lal. Ne olyan gyorsan, Dingodile, legyőztük az őröket, és te vagy a következő. Új erőink vannak, amiket el se tudsz képzelni. Mutasd meg, Crash. Uka-uka majd örülni fog, amikor megtudja, hogy én voltam az, aki kiiktatott itt. Dingónak itt van újra a tüzes képessége. Várj, ezt hozzá lehet dobni, ugye? Ez az, ezt, azt, nem jó, várj, ez sebezhetetlen, igaz? Most kell lecsapni, sebezhetetlen. Jó, ilyen rugás, ez az. A pörgés is ott van! Szoríts be a sarokba, át lehet venni, vegyük át, menjél rá! Nem igaz! Várj, tegyük rá a maszkot. Mi vagyunk Dingodile-lal! Ez igen, Game Boy Advance-os verzióba lehet Dingóval is menni. Figyelj, boss, erről beszélt akkor a játék, hogy a bossokat is meg lehet venni. Nyomunk egy nagy támadást. Jóhó! Játsztam Dingodile félig meddig, mert azért mégiscsak itt... Menekülj, azaz, menekülj bizony! Na jó, mi menjünk akkor tovább szerintem, mit kell ilyenkor csinálni? Ilyenkor most le kell győzetni magunkat, vissza kell menni, vagy az ellenfelek legyőzése a cél? Mindjárt kiderül, remélem. Azt mondja, hogy itt is jön egy, támadjunk rá. Csat, Dingo.
Na mi van? Ezt mit mondasz Szukaukának, hogy te győzted le a mutánsokat? Ezt fogod mondani? Hát, de komoly, hogy ez, hát, ez nagyon jó. Nagyon jó. És akkor remélem mindegyik bossnál, mert Cortexnél nem úgy volt, de egyébként... Hey! Minek dobtál le? Minek dobtál le? Álljon meg a menet! Rá kellett volna ugorni egy másik titánra, de... jó! Az arany maszkkal... Hú! Sikerült! Hát ez egy nagyszerű győzelem Dingodile felett. Remélem, hogy... Nem... We have seen the last of the... Remélem, hogy utoljára találkoztunk? Én nem remélem, hogy utoljára. Én még szeretném... Flexes his muscles! Hát ez a szemek, jó van. És csak egy jel. Oké, nézzük mi a jel. Dingodile hordókat küldött a Wumpa szigetről Tiki szigetre. Ez a titkos dokumentum azt mondja, hogy Crunchot oda vitték Tiny Tiger, vagy Tiger Tiger vitte el, mert Neocortex parancsolta ezt. Oda kell mennünk megtalálni a rejtek helyét és megmenteni Crunchot. Indulás a partra. Most menjünk Tiki szigetre, de hogyan? Meg is van, Crash, használj engem, mint egy szörfdeszka. Nem igaz, szörfdeszkaként mehetünk tovább. Na nézzük meg akkor, hogy hoppá, várjál. Szörfdeszka, azt várjál, de vigyázz, mert egy kicsit, várjunk, 2x10, 3x10, és ott van, hogy mennyi idő van még hátra. Az a 2x10, meg ezek a számlálók, azok, hát a kamerám kitakarja éppen. Egy dobozt kihagytam, sima ugrás van, és ennyi. Tehát mást nem lehet tenni. 3, 2, 1, letelik mindjárt az idő. Egy dobozt kihagytam, 9x10. Hát nem tudom, hogy ez így mennyit segített volna még, de azt tudom, hogy akkor az első szigetet lezárhatjuk. A Tiki sziget a második, nézzük meg az első sziget, 82%-os befejezés. Ha itt újra megnyitom, Bandicoot Beach, Wumpa Village, Oil Refinery és Crash Rush. Ja, akkor igazából szerintem 4 külön pályára van osztva, és a Crash Rush szerintem ez az utolsó, amikor a surfdeszkaként kell menni, és újra lehet próbálni. Ott alatta, most a Bandicoot Beach alatt, pedig szerintem az aréna van, amiről beszélt Aku, hogy ott lehet legyőzni ellenfeleket, hogyha 100%-oljuk azt a Wumpa szigetet. Én azt mondom, hogy haladjunk tovább, csak simán. Itt vagyunk a Tiki szigeten. Na jó, akkor... Wow, ez a Spike! Ez a Spike egy az egyben, ez látszik. Jó, tegyük rá akkor a maszkot. Azért jó lenne még valami bemutatás, vagy valami. Én szívesen megismerném azokat a titánokat is, akiket alapból úgy nem ismertem. De jó ez így is, mert... Oh, Spike-om! Hello! Ugorjunk át, vagy erre csak vissza. És akkor úgy ugorjunk rá valamelyikre, nem tudom melyiket engedi, de gyere csak elő. De olyan viccesek némelyik hangefek, hogy oda csap, mint ilyen Bud Spencer-es vagy Terence Hill-es filmeknél voltok ilyen hangefektek. 1x16, ez a számláló újra kezdődik, tehát a maszkok összegyűjtése, azok újra kezdődnek, amikor egy új szigetbe jövünk, úgyhogy annál tényleg itt figyelni kell ezt, hogy állunk. Tehát annál az inventorinál ott mindenképpen jelezni fogja, hogy mi a helyzet nekünk az előrehaladásban az adott szigeten. De akkor amúgy nem olyan hosszúak ezek úgy a pályák, ez akkor tényleg akkor simán belefér egy videóba. Szerintem még jól is lehet úgy fogyasztani, hogy próbálom úgy bevágni, hogy gyorsan, hogy azért a halálokat vagy a nézelődéseket azt úgy kivágom. Nézzük meg a boss-t, lehet-e hozni? Nem lehet. Sőt, most már a Vicious az 30-ba került. Hú, hát nem, akkor én most nem veszek, maradok akkor így annyiba, hogy itt vagyok. Plusz az a helyzet, hogy amikor elhagyom ezt a pályát, tehát ezt szerintem lehet nevezni úgy pályának, tehát van egy sziget, a Wumpa sziget, és ott 4 pálya volt, amit ki lehet választani, miután visszakerültünk, és ez a 4 pálya az úgy volt beosztva, hogy abból egy pálya, úgy emlékszem, meg úgy vettem észre, hogy az a szörfözős volt,
És akkor ez volt talán az első, tehát most amit elhagytunk, mert egy nyilat hagytunk el, szerintem három pálya van, tehát hogy úgy lesz, meglátjuk, még most én fedezem fel. Lehetséges a Game Boy Advance-ra, hogy nem volt lehetőségük ezt jobban prezentálni, meg úgy ezt betáplálni. Habár mondjuk a Game Boy Advance-on volt még a Crash játék, vagyis hát még jelenleg is ott van, találtam elég kristályt, hogy a Jackkel erőm akkor növekszik. Na akkor most megint térjek vissza a kristályok gyűjtésére? Nem tudom, hogy mennyire fontos ezt gyűjteni. Tehát, hogy úgy kimaxolni a Wumpát és hasonló dolgok. Hát megyek addig, ameddig bírok, mert azért az a Dingodile-os boss fight az nem a legegyszerűbb. Én azt mondom, hogy nem a legegyszerűbb az a Dingodile-os boss fight, de sikerült legyőzni. Tehát ott azért egyszer meghaltam, azért láttátok, azért csípte lefelé az életpontomat, amikor neki indult a Langsorrow-val. Ott nem lehetett, nem az, hogy nagyon, de szerintem egyáltalán védekezni. Tehát blokkolást itt én nem hallottam, hogy arra van nekünk lehetőségünk, úgyhogy ja, ez így sikerült. Viszont attól függetlenül az jó volt, hogy úgy bele lehetett úgy szorítani a sarokba, tehát arra volt lehetőség, hogy utána sebezzük egymás után. Úgyhogy az mondjuk jó volt. Tehát visszatérve a pályákra, lehet, hogy akkor három pálya van meg még az átlépés a következő szigetre, vagy hogy nevezhetnénk. De amikor a nyilat használjuk, akkor a titánunk itt marad. Tehát ahogy átkerülünk úgy egy új ilyen pályaszakaszra, akkor a titánnak annyi, tehát elbúcsúzhatunk. Na és akkor ami kérdés, hogy mennyire szükséges kifarmolni a maxolásokat. Tehát mondjuk most ahogy olvastuk és figyeltük, az is fontos, hogy mennyi kristályunk van, az is fontos, hogy a mojo mennyi, a wumpa mennyi. A drága köveket szerintem csak vásárlásra lehet használni, tehát az annyira nem fontos, úgy tűnik eddig legalábbis. De akkor a kristályok, na itt a második nyílt, ez a második, úgyhogy ezt most számláljuk és akkor nézzük, hogy mi a helyzet. Wow. Kicsit zene is, meg a helyzet is. Azért most kerültünk át oda, ahova amikor a fakitermelés volt, igaz? Az olyasmi lecsupaszított, kicsit olyan, hogy le lenne csupaszítva, én úgy tűnik nekem. De majd meglátjuk, hogy miképpen változik. Az viszont biztos, hogy azért kristályt is adogat. Jó, adhatja nekem. Jó, akkor ugorjuk át. Úgy gyorsabb, és lehet úgy eredményesebb is, hogyha szépen csak úgy megyünk, hogy egyből átugrok a következő titánra. Az azért úgy elég jó. A maszkok összegyűjtése, tehát ez a zöld maszk, ezüst maszk, meg arany maszk, annyira úgy nem extra. Mármint úgy értve, hogy extra, hogy annyira nem nyújt semmi feloldani valót, amit én láttam. Tehát ott ugye a menübe szétnéztem, feloldani valót nem volt. Hogy most ezt rosszul láttam, és később mondja, hogy gratulálok, vagy valami, az aréna volt, annyit mondott a játék, hogy az mennyire érdekes, az majd megnézem majd később, és hogyha olyan, akkor úgy is, hey, ez egy, milyen Spike, ez egy, hova tűnt ez a Spike-om? Hát jó odáig felpattanózott, jó van, felőlem pattanózgass, én annyit tudok, hogy megyek és győzöm lefelé az ellenfeleket. Na jó, tehát az aréna, hogy mennyire segít abba, hogy most fejlődjek, az egy másik dolog. Ha úgy lesz, akkor visszatérek az első szigetre, maxolom, és utána belevágom a videóba, ha úgy találom. Mert úgyis ezt még össze kell szerkeszteni, és akkor van rá lehetőség, hogy vissza bele szerkesztek még dolgokat, amik esetleg szükségesek lehetnek. Úgyhogy erre lehet még számítani, de akkor is szépen felosztjuk szigetenként a játékmenet. Tehát, ja, ez jó lesz szerintem, mondjuk a mélyecskék arra mennek rá. Jó, itt a harmadik, erre vagyok kíváncsi, hogy ezek után akkor megyünk a következő szigetre, vagy lesz még egy pályaszakasz. Azt mondja, van itt egy negyedik pályaszakasz. Lehet, hogy akkor nem lehet azt a egyik szigetről a másik szigetre átmenős mini játékot újra játszani. Tehát akkor lehet négy pálya van, és akkor úgy megyünk tovább az ötödikre. Vagy ennek a negyediknek a végén a boss. Most számolom, meg szerintem ti is követtétek most együtt velem, hogy állunk.
úgyhogy erre kíváncsi leszek. Tiny Tiger következik, elvileg akkor őt tudjuk legyőzni, sőt, akkor elvileg Crunchnak a kiszabadítása is megtörténik. Ez eléggé, hát hogy mondjam, hogy szomorú vagy, hogy eléggé gyenge volt az, az Xbox-os verzióban, hogy Crunch az egy az egybe hasztalan volt, tehát őt nem lehetett úgy a történetbe sehogy bevonni, még ha nagyon szerettem volna akkor se, amiatt, hogy azt csinálta a játék, hogy befagyott ilyen jégbe, amit Cortex a játék legelső epizódjába kiindított rá, és utána ő a játék végéig ott megfagyva volt, tehát nem szerepelt semmilyen mód, és az szerintem sajnálatos dolog, mert ő is egy, szerintem egy kedvelt karakter lett, úgy a Wrath of Cortex után, hogy végül is jó útra tért, meg ő is egy Bandicoot, ő is belefér a Bandicoot csapatba, tud hozzáadni szerintem egyedi dolgot, habár az egy másik dolog, hogy mennyire írták meg egyedire, mert nagyon ilyen melyik is volt, Mike Tyson-os, vagy, ja nem valami, vagy de szerintem nem Mike Tyson, hanem Mr. T volt az. Mike Tyson az a Tiny Tiger-t írták meg olyanra, mint Mike Tyson, de Crunchot meg úgy írták meg, mint a szuper csapat, vagy mi az A-Team. A-Teamből Mr. T, azt hiszem ez a helyzet vele, hogy olyan. Tehát nem azt mondom, hogy egy lopott személyiség, de hogy egy már korábban ismert személyiséget és viselkedést adtak neki, emiatt lehet, hogy úgy nem volt annyira egyedi, de én azt mondom, hogy attól függetlenül, ez meg milyen robot? Hogy ki van itt? Milyen? Hello-kám. Érdekes robot is van itt, tehát emiatt azért úgy lehet, hogy úgy gyengébben szerepelhetett, de ettől függetlenül én Crunchot kedvelem a játékokba, és szívesen találkoznék még vele, jöjjön ő is, és szerepeljen, adjanak neki komolyabb szerepet, és komolyabb folyamatot, hogy ő hogyan fejlődik, mint karakter. Szerintem neki is van helye ott a Bandicoot családban, én így gondolok rá legalábbis, úgyhogy szerintem, de nem, néha olyan kevés ideig lehet átugrani rá, hogy tényleg csak úgy érdemes, hogyha az egyikről a másikra egyből átugrunk. Csak ez kicsit nehéz használni, mert a fölfelét kell nyomni, több élet, extra élet, köszönöm. Tehát a fölfelét kell nyomni, amivel alapból így fölfelé nézhetünk, illetve utána megnyomni ezt a jackelés gombot, szóval hát itt meg le kell ugorni azért, mert itt fel kell mászni, hát akkor itt csak egy ilyen kis, de hát lő a dobozokon, és már így is alig maradt életem, hát köszi szépen akkor, na várj, akkor innen valami életet kellene ki szerezni, itt ebből itt középen, gyere, hadd nézzem, hát Mojo-t adott, most ez így sikerült. Na, és akkor ez volt 4 pályaszakasz, így tovább haladva, akkor 5. pálya, akkor lehet, hogy itt lehet, hogy 2-esével van, hogy van ez összerakva ez a játék, nem tudom. Tehát, hogy amit, hát majd vissza megnézem, akkor csak nyomjuk a 2. szigetet, és akkor majd kiderül, hogy végül is a pontos felosztás miképpen működik. Azt tudom, hogy haladjunk, és találjuk meg Tiny-t, úgy pedig győzzük le őt, és szabadítsuk ki Crunchot. Hát akkor ad nekünk valamilyen tennivalót, Crunch, vagy beszél, vagy segít, vagy legalább infót, ha adna, legalább az is jó lenne. De az a helyzet, hogy hát nem gondolom, hogy túl sok mindent fognak tenni vele, mert az Xbox verzióba sem tették, ez a Game Boy-os pedig úgy tűnik, hogy az Xbox verziót veszi alapul, vagy hát, hogy azt teszi így fő cél, hogy akkor azt használják, és aszerint viszik a történetet is, a játékmenetet is. Habár a játékmenet is olyasmi volt a DS-nél, de azért ott jobban nyitotta. De az az érdekes még, hogy ugyanaz a fejlesztői csapat, az Amaze Entertainment,
ez a fejlesztői csapat, akik készítették a Game Boy Advance-os, tehát amit most láttok, illetve a Nintendo DS-t, amit a legutóbbi Crash of the Titans-os videó, tehát hogy ugyanaz a csapat készítette, és mégis azért a döntések mintha másképp lettek volna meghozva. Tehát itt az volt, hogy oké, akkor csináljuk úgy, mint az Xbox-os, a sztori, a titánok, ott pedig egy az egyben azt mondták, hogy na jó, akkor írjunk egy új sztorit, új titánok, annyi, hogy az a jackelős mechanika az úgy maradjon meg, de úgy kb. Ennyi volt, mert ott a pályák másképpen voltak felépítve, ugyanúgy a szigetek mondjuk azok megvoltak, mint itt, de tényleg én nagyon le akarom, én azt mondom, ez igen, ez nekem nagyon tetszik, hogy amit a DS-nél csináltak, de ezt szeretném valahogy, nincs egy interjú, vagy valami az Amazing Entertainment-tel, hogy volt ennek a két játéknak a fejlesztése, két külön csapat, és akkor az egyik azt mondta, hogy jó, akkor csináljuk úgy egyedileg, vagy pedig a másik meg azt mondta, hogy ó, csináljuk úgy, mint az Xbox, és akkor kész, vagy hogy volt ez eldöntve, vagy mi újság volt, arra én nagyon kíváncsi vagyok, arra én eléggé, de hát lehet ezt már nem fogjuk megtudni, mert hát a helyzet az, hogy 2007-es ez a játék, 2007-ben jelent meg egyszerre mindenre, tehát DS-re, Game Boy-ra és az Xbox-ra is, mert PS2, PSP úgy tudom, hogy egyszerre jelent meg, vagyis hát úgy lenne célszerű szerintem a kiadónak is, ezt a Sierra adta ki, az Xbox verziót meg a Radical Entertainment és az Activision volt, úgyhogy náluk az a történés ment végbe, hát ott együtt szerintem megbeszélték, hogy akkor hogyan működjön, és akkor aképpen viselkedtek. Hát ez érdekes, én azt mondom, hogy mindenképpen egy gondolatot elindít, szerintem mindenkibe, hogy a fejlesztés hogyan mehetett végbe, de az is biztos, hogy a játékmenet is olyan, amire azt mondom, hogy oké, Game Boy Advance, oké, Crash of the Titans, de hát szerintem itt a második szigetnél már ki lehet jelenteni, hogy oké, Xbox-os is jó, a DS-es is jó, a Game Boy Advance is jó, de a legjobb szerintem a Nintendo DS, mert az vitte úgy tovább ezt a Crash franchise-t, hogy azért gondolt a múltra is, illetve azért hozott innovációt. Szerintem lehet azt mondani, hogy innovációt a Crash franchise-ban. Tehát nem úgy valójában az összes, tehát az egész videójáték iparra nézve, mert arra nem biztos, hogy ez a jackelés akkora nagy innováció lenne. Szerintem a Kirby, azzal nem játszottam, de én úgy tájékozódtam, meg láttam róla videókat, hogy a Kirby az ilyesmi, hogy úgy beszippantja az ellenfelet, és akkor azt a képességet tudja használni. Tehát ahogy hallod ezt, és akkor így mondom, hogy itt ez a titán, ez is ilyesmi. Tehát azért ott azért egy kis áttűnés van. Tehát nem azt mondom, hogy innováció a játék iparba ez a titános, de a Crash franchise-ban mindenképp. És a DS verzió, a Nintendo DS verzió az, ami azt mondta, hogy oké, de ne hagyjuk el azt, ami sikeressé tett minket. Tehát ezt azért én azért dicséretesnek tartom. Az Amaze Entertainment és a Sierra, hogy a kiadásban akkor ott úgy segített, és lehetséges, tehát nem biztos, de lehet, hogy azért történt a Game Boy Advance-osnál, meg hogy kövessük az eredetit, hogy akkor legyen az is, és akkor megnézik, melyik a sikeres. Talán, de hát a hardware az nem ugyanaz, tehát amit tud egy DS, az nem biztos, hogy tud a Game Boy, és lehet ezért maradtak ennél. Tehát, hogy a DS-nek azért nagyobb lehetősége van, és akkor az egyiket akarták így a kreativitásukat hadd éljék ki a fejlesztők. Fú, hát én spekuláció, tehát ezt nem tudom, hogy ez most mi az igaz, mi nem. Én azt tudom, hogy most jön a boss fight, mert itt van lent a csík, úgyhogy idefent van egy sebezhetetlenség, hogyha szükséges, ott van Tiny, ide tudom-e csalni, ez a kérdés, mert ha ide tudom csalni, akkor mondjuk hogyha idáig mindketten el tudtatok jönni. Tiny nem örül, Tiny nagyon mérges, Nina nem fog ennek örülni. Állj félre, Tiny Tiger! Nálunk van az erej, a tiki maszkok ereje, add fel magad, vagy pedig
az igazsággal néz szembe, és így néz Tinyra. Frowns, ez a frown, azt hiszem. Tiny össze fog zúzni téged, Tiny össze fog törni téged, nem fogod megtalálni soha a barátodat, Crunchot. Jó, akkor Tiny ellen. Jó, jó, jön utánunk. Akkor én itt maradok, felszem. Gratulálok, van elég a Jack Power fel... Wow! Tiny tud tűzlabdát küldeni? Vagy mi volt az? Az azért nem semmi. Pörgés sem rossz, de a kis ütésekkel többet be tudok vinni, több ütést, és most pedig átvesszük az irányítást Tiny Tiger felett, és akkor üssük le a kisebb ellenfeleket. Utána majd ez meg fog szűnni, és le kell ütni majd megint Tinyt, vagy valami ilyesmi volt a Dingodilosnál, annál nem vagyok teljesen biztos, mert itt nem az, hogy egy másik titánnal kellene az... Wow, már a titán. Ez a képessége, az azért extra, az azért nem semmi. Nézzük, vegyük át akkor ezt a titánt, nézzük meg, hogy utána le kell győzni megint, oda csapok, és egy ilyen nagy, ezzel győzzük le. Aha, tehát akkor így lehet befejezni úgy hamarabb, de azért a játék megengedi, hogy vagyunk hála az égnek, legyőztük Tinyt, szóval nem fog tovább gondot okozni nekünk. Várj, hol van Crunch? Segítség, ide lent vagyok! És mutat lefelé Crash. Úgy tűnik Tiny fogolyként tartott a Crunchot egy ketrecben. Gyerünk, menjünk gyorsan, és mentsük meg. Jó, ott lefelé, ott középen lefelé, igaz, ami ott volt. Aha, aha, jó, jó. Nézzük, azt mondja ezt itt. Köszi, hogy megmentetek, természetesen. Tudom, hogy ki kellett volna találnom magamtól ezt. Crunch, örülök, hogy jól vagy. Mondd el, mit tudtál meg Cortex tervéről. Úgy tűnik, hogy új világi parancsolat van. Uka-uka kirúgta Neocortexet, és felemelte Ninát. Ezt elhiszed? Hiányzik Coco. Mrs. Coco. Egadz. Az meg, azt a szót még nem hallottam angolba. Crashnek igaza van. Milyen dolog, hogy elfelejtettem. Hol van Coco? Nina fogolyként tartja, és a Treehouse-ban van. Oké, ez is az Xbox-ból, a faház. Oda mennek, a Dominator-ön dolgoznak. Menjünk, mielőtt túl késő, Crunch, neked vissza kell térni Wumpa-szigetre, és feltakarítani, ami ott maradt Cortex mutánsaiból. Crash, mi meg menjünk tovább, és állítsuk meg Ninát. Rendben. Na látod? Itt legalább valahogy egy normális indok van, hogy ott vannak még azért titánok, és akkor ott takarítson fel Wumpa szigetén. Mert az, hogy végig be van fagyva, és utána pont amikor visszatérünk, na akkor éppen ki tud törni. Az nekem nagyon olyan, így áll a számtevő, hogy na jó van, oké, na jól van, tudod, így rázod a fejed. De itt legalább van egy olyan indok, hogy jó, visszamegyünk, és visszamegy, és akkor utána ott a mutánsokat visszatartja, vagy lehetne még valami, lehetett volna az Xbox verzióban is valami olyasmi, hogy valahogy beszél Aku-Akuval, és akkor megmondja, hogy hát itt vagyok, de a... Várj, itt hol kell kimenni? Ja, teljesen itt felvisz, és akkor úgy. Tehát akkor erre gondoltam, hogy akkor ott lehetett volna még van. Várj. Most nem Aku-Akuval megyünk, hanem egy... Mi ez? Jazz? Vagy... Ez most egy... Mi van itt? 5/15. És elég nyíltan mehetünk. Tehát olyan, mintha én az elején megfordultam volna, és akkor a 15 dobozt kellene összetörni, még van 20 másodperc. Na várjál, ilyen jazz kis, csak nem lehet megállni, az a baj. Egy robbanás, de utána nem történik sem. Ja, lentebb ment az idő, mi? A robbantásnál. Jó, ez itt 14, és nem tudom, hol a 15-dik, ezért nem lesz, ezért nincs meg. Kár, viszont figyeld, milyen szigetbe megyünk. 85%-os lett a Tiki Island, és akkor ahogy látod, ez a 4 van itt. Crash Rush, School Caves, Lumberkamp, meg Haunted Shores. Szerintem, tehát ez a három pálya, ez pedig a Crash Rush szerintem az, hogy a jet skivel ott megyünk, tehát az tényleg az van. Insanity Island, így legalább megismerhetjük, hogy akkor hogy vannak a szigetek. Ez amúgy egész jó. A Lava Beach az Insanity Island-en? Oké, akkor nézzük a Lava Beach-et. Wow, az ott melyik titán? A Battler című.
titán, ott úgy bepörök, csak úúúúú, még vihar és mennydörgés, ez igen, ez jó, tetszik, tetszik, oké, és elég. A bal felső sarokban Aku mindig úgy röhögött, vagy ez most jött itt elő neki? Hát beleülem, röhöghet, de ezzel oda csapok egyet, úgy tűnik mindenkinek annyi. Repülni az nem nagyon tud, oda felugorni, majdnem sikerül neki, de mégse. Na várjál, csapjunk oda kombóval, vagy bombóval, valamit lehet, ugorjunk át, azt mondom, mert úgy a biztos, mert nem ugrok át, akkor újra feléled amúgy a titán, tehát ez mondjuk kellemetlen. Ezt azt mondom, ez kellemetlen, tehát az Xbox verzióból nem volt ilyen, hogy most akkor itt bajlódjak azzal is, hogy fel kell, meg akkor utána ugorjak át, meg ilyen dolgok, úgyhogy ugyan, én azt mondom, hogy ezzel még bajlódni kell itt nekem, semmi gond. Hiszen már a harmadik szigetnél tartunk, a Tiki Island, és akkor kíváncsi lennék, visszamegyek a Crash 1-be, hogy ott is így vannak, vagy hogy vannak ott a szigetek, hogy Insanity Beach az az első pálya a Crash 1-be, igaz? Tehát az Insanity Island. És akkor most mi elvileg megyünk egy vulkán pályára, de a vulkán az Koala Kongnál volt, ami a második sziget a Crash 1-be. Úgyhogy, hogy van ez sorba, vagy mi a helyzet, vagy én néztem el, vagy a fejlesztők nézik el ezeket, kíváncsi lennék ott, én azt megnézném nagyon szívesen, hogy akkor hogy adódik ez össze, vagy hogy van egyáltalán, hogy vannak ott a szigetek. Tehát a szigeteknek a históriája az is nagyon tetszene, hogy akkor ott mi a helyzet, mert Wumpa Island, az a Crash of the Titans-ben is úgy volt, hogy a Coco-nak mindig a fülembe van az, hogy mondja, amikor a játék végén a Crash of the Titans-ben az Xbox verzióban visszatér Coco, meg Crash, és akkor Wumpa Island, valahogy így mondja. Jaj, ez most nagyon biztos ilyen cringe, vagy nem tudom mi, de emlékeztek Coco-ra, nekem az a hang tényleg olyan, hogy szegény Coco, érződik benne az őszinte szomorúság, hogy mi történt az otthonommal, ezt én hallom benne. És emiatt úgy az úgy megmaradt, meg hát nyilván az a mondat, amikor azt mondja a Crash, hogy pancakes, hát az nyilván az is úgy megmarad, de azért ott az a kokós mondat, az egy az egybe ott. De mi van ott, hogy... Na, gyerünk, ezt akartam. Oké, és akkor vihetjük. Wow, mi a helyzet, robotom? Jó, egy csapással annyi neki, nézzük ennek is egy csapás. Elég erős lett Crash akkor, lehet nem is kell itt farmolni semmit, csak haladjunk szépen a játékkal, és akkor úgy le tudjuk győzni. Tehát okosan kell játszani. Lehet, hogyha több életem is lenne, akkor is levenné, hogyha csak úgy mennék előre felé, hogyha úgy nem is figyelnék oda, hanem csak haladok. Azt mondja, így erre, innen tovább, még egy tovább, itt láttam a bumpákat, úgyhogy ott lehet landolni. Igen, okosan kell játszani. Tehát ez erről szól platformer játékok. Játszunk okosan, és akkor minden rendben lesz. Jó, itt a pattogás, innen pattogjunk. Hát itt most már... Halló, bizony. Egy csapás, két csapás. Ími, oda, át. Hát itt van egy... ott volt pedig a... Na, lehet itt nem titánnal kellene menni, hanem simán crash-sel menjünk, de akkor ugorjunk ide rá. Jó, ide felülre, ott van az ezüst maszk. Jó, és akkor az ezüst maszk... Ja, az ezüst maszk is ad, úgy tűnik, ilyen aurát, ilyen védelmi aurát, vagy ilyen sebezhetetlen. Hoppá, de el is múlt. A kristály adja a legtovábbit, úgy gondolom ezek alapján. Na, ugorjunk erre rá, és akkor haladjunk robbantással, de akkor a láva barlangokba vesszük az utunkat, úgyhogy így fogunk viselkedni. Ez az 450 munka megvan. Ja, azzal ad egy életet. Habár azért százassával adhatná az életet, most nem azért a két munkáért, de azért miért nem lehet úgy, hogy szépen adja idefelé. Nyugodtan 100 vumpánk, 450 vumpa kell, hogy akkor meglegyen egy plusz élet. Hát azért oda azért kell nekünk
gyűjtögetni rendesen. Na az oké, a Mojo fejlesztés, azt mondom oké. Tehát a Wumpa életben párszor leesik, és annyi 5-22, ha bár mondjuk 4-50-től 5-22-ig, az még mondjuk jó. Tehát oké, visszavontam, hamarabb adja, mint 100, visszavontam, amit kell, csak én néztem, mert azt összetöri, hát nem tűnik, hogy összetörni nagyon, úgyhogy jövünk vissza. Ami még egy érdekesség, upgrade, több életpontom van, jó, és szóval itt egy érdekesség, a kérdőjeles, az úgy kisorsol valamit. Azt hiszem egész jó amúgy, úgy kisorsol, az szerintem jó dolog, hogy úgy, jaja. Erre csak ide. Azaz, sugorjunk át, ezzel pedig menjünk fentebb. Úgy van, hát ott lenne egy bomba. Én anélkül is el tudom intézni ezt a nagy spike-ot. Úgyhogy mehetünk nyugodtan tovább. És jó, ennek a spike-nak az ütése nagyon, nagyon csak. Még nekem is úgy fájt, olyan pif, így fent lefelé egyet. Hát, nem semmi. Na itt a spike, úgyhogy vigyázzunk, hogy mit támadunk és hogyan. Gyerünk a pörgéssel. A pörgés az jó, és ez egy másik dolog, amit az Xbox-os verzió túlzásba vitt, hogy ott valahogy úgy alakították ki a pörgés, hogy nagyon erős, és emiatt pedig rákényszerültek arra, hogy a játékos ne engedjék azt, hogy pörög, végtelenül pörög. És akkor emiatt úgy elszédül Crash, de ez annyira ellenem ment annak, amit Crash eddig megszokott. Tehát ő a nagy pörgések, tehát ez volt az alap támadása. Nem tudom, hogy ő volt az első ilyen karakter, aki a pörgést használta támadásként. Hát, ezt nem hiszem el. Hát Sonic úgy pörgött, hogy úgy összegubózod, így bookfence-szerűség. Mario az úgy ráugrott ellenfelekre, de hogy ott a körül még mi jelent meg, így platform, hát pörgésként. Nem, lehet, hogy Crash volt az első, ebben azért nem vagyok teljesen biztos, de abban biztos vagyok, hogy mivel ez Crashnek az egyik alap dolga volt, hogy pörgéssel úgy a dobozokat összetöri meg az ellenfeleket, így emiatt az eléggé olyan, hát olyan keserű szájízt hagyott maga utána, érted, nem? Hát hogy olyan keserű volt, hogy na, nem is tud pörögni, vagy mi van, akkor tudod, hogy ez olyan volt, hogy tudod, így megint húzod a szádat, és ha annyiszor kell húzni a szádat, hogy nem tetszik, akkor ez így befutcsol, vagy ez nem befutcsol, hanem a játékosok azt mondják, jó, hagyjuk, ez nem is olyan Crash játék. Na de, ezt ide, ahogy betették a Game Boy részbe, itt egy kicsit fel kell oldani, egy kicsit, ami megint szokatlan, de legalább fel lehet oldani, és akkor utána lehet így pörögni. A Nintendo DS-be is fel kell oldani, de azért ott utána azt lehet használni, tehát ha pörögni akarsz, akkor használod. Ha akarsz ilyen ütést, akkor azt használod, ha másfajtát, akkor mást, de nem volt úgy, hogy csak az egyik jó, tehát lehet a rugást használni, lehet az ütést használni, tehát az azt mondom, főleg egy DS játékra elég gazdag volt a kombó rendszer. Én azt mondom erre, hogy jó volt a kombó rendszer. Én azt mondom arra, hiszen azért hát egyrészt DS játékról van szó, másrészt meg külön volt rugás, külön volt ütés, és azokat lehetett hát nem is tudom, 2-3 féle kombó azért volt, hogy nyomom háromszor az egyiket, az egy, nyomom háromszor a másikat, az egy, meg úgy felcserélve szerintem volt. 3-4 kombó azért úgy befigyelt, és az külön animációval és sebzési pontokkal járult, tehát nem csak kinézetbeli dolog volt, hogy na jó van, akkor... Hát ez leüt teljesen! Jó, innen most a másik oldalról leütöttem én, tehát nem csak úgy volt akkor meghatározva, hogy most máshogy néz ki, ahogy leütöd az ellenfelet, hanem tényleg akkor a sebződés. Én legalábbis úgy láttam, tehát számolni nem számoltam, nem figyeltem úgy extrába azokat a támadáspontokat, de úgy éreztem, hogy a pörgés az gyorsan viszi be a sebzést, de kevesebbet, mint ha komolyabb kombó rugást vinnék be. Úgyhogy volt egy kis mélység is ebben, ezt így tudom nektek elmagyarázni, hogy azért volt benne egy kis mélység, és emiatt szerintem az nagyon-nagyon ügyesek voltak, én azt mondom az egésszel. Na itt most mi a helyzet? Itt fel kellene ugorni valahogy oda, és azt ott
szétütni, vagy le, innen fel, a szét lehet-e ütni? Azt nem lehet, tehát ez egy zsákutcához jutottam, akkor csak le kell ott menni, ahol a maszkot láttuk itt középen, mi? És itt még tovább lefel? Vagy nem is lehet lemenni még tovább? Vagy akkor itt most hol, hogy van ez a ki? Ja, vagy a lift visz még fentebb esetleg? Ja, fentről jött le, oké. Akkor a lift az fölvisz még tovább úgy, hogy legyünk akkor itt, és vigyen minket még fentebb, ahol itt van a checkpontom. Oké, és checkpont jöhet. Csak egy csapás ide, átugrok, utána a maszkkal meg a robbantással mennyi. Wow, hát ott jobb esebősített. Nem baj, szevasz, átugoltalak, na mi van? Jó, indulhat a lift fentebb, lehet-e még fentebb menni, vagy lefelé? Na még fentebb, jó, menjünk. És most pedig ez lesz zsákutca, figyeld meg, ez lesz majd a zsákutca, vagy nem ilyen, ilyen biztos, az ilyen biztos. Menjünk erre, akkor lőjünk egy ilyet. Ott fel lehet mászni, de hogy most az-e a cél, itt fel lehet húrni. Checkpoint ezen az oldalt, lehet most itt erre kell menni, és akkor így, még fentebb, nézzük. Hány szintet tudunk fentebb menni, innen fentebb, vagy hát az lentebb megy, úgyhogy jövök, és akkor robbantás ott mindenkinek annyi, de sok minden. Mondjuk ez is, ezt is észreveszem, hogy sokkal több mojo-t ad, tehát ahogy haladunk előre, több dolog kell, vagy a több darab számú mojo kell a fejlődéshez, és szerintem emiatt adnak több mojo-t az ellenfelek is, tehát nem csak úgy egyesével dobálja, hanem azért tényleg többet, mert több is kell. Oké, és még egy mentés, akkor bentebb jutottunk a láva. Wow! Látod ezeket a rakéta? Engine! Ez az engine rakétás, engine rakéta. Itt is vagyunk engine-nél, hát megy a játék, úgy veszem észre. Robbantózás, már akkor körgéssel csapjunk oda, és akkor jöhetsz, menjünk lefelé, amennyire annyira szeretnél. Így, ezen az oldalt, bal vagy jobb, hát nézzük, a pumpa erre vezet, hát ha ez így jobb lesz, akkor a pumpa vezetésében bízom. Átugrunk a Battlerre, itt tovább, ebbe az irányba. Hát itt eljutottunk egy olyan pontig, ahol van egy lift bekapcsolás. Hogy az konkrétan hol fog nekünk segíteni, az még kérdéses dolog. Jó, ott van, úgyhogy ez most már így egyértelmű. És az egy gyűjteni valónak tűnik. Visz majd tovább, vagy itt van a lift, itt van, ha dugorjak rá. De itt így hogy vagyunk, a háttérbe szorulva, vagy itt így kicsit a perspektíva, egy kicsit ott úgy, hogy belejönnek a dolgok, az úgy nehezen olvasható ki, de jó lesz az szerintem. Oké, hát ez a zene a sebezhetetlenségre elég gyengének mondható, én szerint. Ó, hogy hátra lőksz, na várjál, és ha én küldöm, akkor mi van? Akkor ez van. Jó, ott fel lehet ugorni, úgyhogy azt tegyük is, tegyük is meg, és használjuk ki, hogy akkor pattogózunk így. Ez az, lássuk, jobb szél. Érkezik a piros, szerintem biztos van valami jelentősége a színeknek, lehet valami erősséget jelenthet. De egyébként itt már ez átüthető. Jó. Egyébként ebbe a játékba, itt a Game Boy Advance-osba azért annyira nem érzem a nagy-nagy különbséget még, nem tudom, hogy van ez a támadásoknál, meg a különböző titánoknál, hogy most ez hogy megy. Más a speciális képesség, annyi biztos, de várjál most itt lefele, fölfele, vagy leestem ide teljesen, de zsákutcának tűnik, ilyen titános, ugorjunk rá erre. Vissza fölvisz, vagy ezen az oldalt? Ajajaj, vissza fölvisz, de akkor ez egy zsákutca. Most jönnek be a bonyolítások a világba. Hogy nem tudni, hogy merre kell menni. Jobbra, balra, mi a helyzet? Itt fentebb visz, de az is csak egy maszkig visz fentebb. Tehát itt akkor tovább kell jönni, balra megnézni, hogy mi van. De nem tudunk visszamenni, mert le lett zárva. Akkor hol? Innen jobbra ugorni el, innen balra elugorni? Ez nem nyílt számomra, hogy akkor hogyan? Le kellene még győzni
a titánt, és utána tudunk tovább menni. Ja, ez így nyitva volt itt így balra, vagy ez most nyílott ki az út? Hát nem tudom, ott legalul kinyílott az út, úgy tűnt nekem legalábbis, hogy más nem történt, csak az hogy megnyílott. Hú, a pirosat most itt hagyom, nem is tudtam, az van nálam, de várjál, itt láthatatlan, balra nem tudok tovább menni, akkor jövök jobbra, aztán megnézzük itt mi a helyzet, így láthatatlanságomban. Hú, ezek a leesések, felmászások zavaróak itt már, hogy hogyan lehetne eljutni, akkor a pálya vége felé, mert ez de szakadó, de az jó-e? Úgy tűnik itt jó, mert itt zsákutca van. Nézzünk jobbra, ott beindítok egy robbantást, ebbe az irányba lehet tovább menni, de gondolom másik irányba is, ezek az elveszélyések, robbant ő is ellenem, robbantok én is ellene, jó, átugrok, és akkor itt indítsuk be újra, te menjél, adj egy kis nyugalmat, jó, TNT-t megint be kell aktiválni, és akkor innen tudunk, jó, innen tudunk tovább haladni. Fú, hát azért nem volt a legegyszerűbb dolog, de már azért érzem, és hallom is a zenébe, hogy ez már engine-hez vezet, úgyhogy erre kell nekünk is koncentrálni, hogy amikor megérkezünk, akkor türelemmel és odafigyeléssel bánunk vele, mert azért már nem az első bossról lesz szó. Első bossunk volt a Dingodile, akinek a visszatérésének én nagyon örülök, úgyhogy az szerintem mindenképp üdvözítő, az egy jó dolog volt. Na csípjetek már oda! Miért nem csipi darabokra a méhecske? Láttad? Aktiváljuk akkor a liftet, és pont úgy, hogy vissza, nem igaz? Jó, most sikerül szépen átugorni, és akkor itt van az első checkpointunk ezen a pályaszakaszon. Oké, mennyi mojo-t dobálnak ez, igen. Még meg lesz a fejlesztés szerintem engine előtt, kíváncsi vagyok még, mi lesz. Hogy 350 mojo-t, ha elérem, szerintem az, hát várjunk, hogy főleg, ha figyelek a titánokra, 346, ott lesz egy, egy masz. Hát a Wumpa cél szerintem még nem lesz meg úgy egyből, de meglátjuk a robbantás, az egy drága kő, itt lehet venni, szerintem felesleges venni, én anélkül is le tudok győzni mindenki. Jó, megvan. More attack damage, azt mondja, bajban vannak, mert olyan erős vagyok. Jó, tehát akkor, hogy mennyit sebzek, az akkor itt van, így megvan határozva valamilyen szinten. De hogy külön titánonként más a sebzés, azt nem nagyon érzem még úgy egyébként. Úgyhogy, ja, hát ezt gondolom. De a DS-be ott egyértelműen éreztem, hogy mi a helyzet a kombóknál a különbséggel. Oda felugorni, hát nagyon fontos az nekem. Főleg, ha egy titánnal nem tudok, akkor azt mondom, hogy nem kell a segítség, csak a titán segítség. Na várjál, ott robban még egyet, aztán ugorjunk el. Ez az, mojo belőle. Ez az, hát úgy kell figyelni, hogy akkor a mojo-t is szedjük össze abból, akivel így vagyunk, tehát és akkor úgy jó lesz. Kis robotok ezek azért elég kemények, mert hogy közel kell menni hozzá, és oda csapni egyet, de mégiscsak vissza kell lesz menni, mert itt megint zsákutca, összezavar. Na hadd nézem, ez visz-e fentebb, innen még fentebb visz? Jó, teljesen felülre, és akkor utána tudunk itt jobbra haladni, ahol volt a nyíl, és itt van a boss fight, ugyanis ott látszik nekünk, hogy az életcsík az ott van. Nézzük a robbantást. Behatolok, hogy mertek ti bejönni ide a szentélyembe. Na az a helyzet, engine, tedd fel a kezed, és a fordulj falnak arccal. És nézzünk engine-t. Sosem adom meg magam, Neocortex az én mesterem, azt teszem, amit ő mond, és nem azt, amit ti mondtok. Készüljetek fel a csatára. Jó, csak nézem ezt a támadást. Nekem kellene valami kis, vagy ezzel lehet támadni csak. Így robbantunk, és ő pont ott van, és akkor tényleg az adja a sebzést. Nézzük, ebbe mi van egy lumpa, ebbe meg kristály lesz, akkor menjünk oda és csapdossuk meg szépen, úgysem akar elmenni onnan se onnan, sehova. Nézzük engine-nek akkor a támadását, van így, aztán így közelről távolra, fú, de gyors, figyeld az a szaladás! Engine, te nem aprózod el, itt robotok vannak, engine robotjai, és ő a rakéta fejéből lő ki,
Látod, figyeld, hogy a fejéből lövi ki az ilyen, hát hogy mondhatnám ezeket, üstökösöket, vagy hát ilyen tűzlabdát küld ki az ellenfelek ellen, hát ez nem semmi, hogy akkor milyen érdekes sztori lehet itt a háttérben, mert a Crash 4 ez próbált erről szólni, hogy mi a helyzet, hogy ott nem is tud róla engine, vagy ott az üzemanyag van, vagy mit tudom én, hogy van ez engine-nek, de azt tudom, hogy ez nem a legerősebb titán, én inkább várnék egy másik titánra, hogy na mondjuk ezzel legyőzzük engine-t, én azt mondom, tehát innen átugrok a másikra, és akkor utána pedig támadok engine ellen, hogy legyőzzem végleg. Mi történt veled? Eddig meg olyan kis gyenguc voltál. Most meg úgy támad, hogy hát de nézd meg, leszippantja az összes ég. Nem igaz. És most akkor megint itt vagyok simán. Ojaj, most vagyok bajban, mert engine megtátosodott. Én meg nem tudom beaktiválni, mert nem tudok felállni, hogy üssek. Nem tudok be... Figyeld, beragadt ide, és úgy jöttem szét. Hányszor kell még szétszednem? Nos, engine, most, hogy legyőztünk, mit akarsz mondani nekünk? Uka-uka Ninát tette az új főellenségé, és nem engem! Elhiszed ezt? Én voltam az első, akit elő kellett volna léptetni, de mellém néztek. Ez nagyon dühössé tesz. Hogyha megígéred, hogy megállítod Ninát, akkor talán el tudok mondani neked egy titkot. Kokót fogolyként tartják, és Nina pedig a Treehouse-ban van. Az Entrapment Island-en. Oké, ez jó. Akkor remélem nem késtünk sokat. Van még benned egy kis jó engine. Ha megígéred, hogy megváltozol, és visszamész a régi asztali munkádhoz, a gyárba, akkor mindent megbocsátunk. Végül is csak segítettél nekünk. De Crash nincs meggyőzve. Oké, akkor megegyeztünk. Mondja ezt engine ezek után. Hát ez érdekes volt ez az egész. Az Entrapment Island, erre nem emlékszem, hogy ez elhangzott volna mondjuk az Xbox verzióba. A DS verzióba az teljes mértékben az egyik sziget volt. Tehát az olyan dolog volt, ami abban benne volt, de itt, hogy Entrapment Island, így nem nagyon hallottam. Jó, megint akkor kocsikázhatunk, most hát több idő van, több doboz, konkrétan 20 doboz kell összetörni, hát jó, ez a szokásos két sziget közötti kis mini játék. És akkor így szokásosan érkezünk meg az Entrapment Islandre, tehát az Insanity Island, Tiki Island, Wumpa Island kész vannak, úgyhogy jöhetünk a negyedikre, a Shady Wharf című pályára érkezünk meg a Crash of the Titans-es végigjátszásunkban itt a Game Boy Advance-on. Azért már közel 600 Wumpa már meg... Wow, a Red Sickle hogy befigyelt ide? Persze, akart itt egy ilyen kis trükközésre. Én is tudok egy-két trükköt, úgyhogy menjünk és nézzük meg, milyen az ő képessége. Azt mondja, egy speckó képesség. Aha, jegeket tol le, úgy, ahogy ezt már megszokhattuk. Egy bomba, egy maszk, és aztán a szokásos geek ellenfél a Red Sickle ellen. Na, végre egy kis Red Sickle akció jöhet már az egyik kedvenc titánom az Xboxos verzióba. Talán a Nintendo DS-nél ott nem szerepelt, ott fullon újak voltak egy az egybe. Bár volt egy ilyen poláros, vagy hogy is hívták, Polartooth, valami ilyesmi neve volt, ami egy ilyen nagy kapitány volt, és kicsit jeges volt egy picit, nem túlzottan, de figyelmi, be is fagyassza őket, ez aztán a különleges képesség. Na majd, ha használjuk boss ellen, nagyon sok titán jön itt, úgyhogy én húztam, csákó, én megyek is innen, szevasztok, egy nagy ugrással checkpoint, és akkor rárobbantam az egészet, figyelj, puf! Na, gyerünk, robbantás, úgy lehet, vártam, hogy gyersen lefelé, meg se kottyan. Na, majd én adok neki egy olyan kottyanósat. Jó, akkor beindítjuk ezt, ezek merre mennek föl, le. Jó lesz így, 2x22-t olvasok? Nem aprózták el, ahogy látom, de az ezüstből is 10, ha bár mondjuk dobálják tánk felé, tehát ott hirtelen volt
elég sok. Én ezt a recikőt meg akarom védeni, de gyógyítani nem nagyon lehet, szóval tehát ez így fog maradni, mert azt az aranyat, abból legalább csak 80, és mehetünk tovább. Engedj tovább, így bizony. Hú, jó, meg volt akkor az első, nézzük akkor itt mit kapunk ebben. Hát egy gumpát, az sem rossz, már a 600 így is megvan, a robotoknak annyi. A Mojo-ból kell majd 450, szóval az elég sok. Hoppá, kilövöldözzük, engem ott oda dobom akkor annak a snipe-nak, és akkor pattogjunk rá, vagy ugorjunk valahogy. De nem igaz, hogy... Na jó, most itt egy másik volt, hát amik itt folynak, meg amik itt történnek, hát én azt el sem hiszem, hogy ott mi történt. Leesett, aztán én is esek hozzá, de ott a szurókákba bele, és elveszítem emiatt az egyik drágán megszerzett életemet. Hello, na mi van? Láthatatlan valaki támad téged, és akkor... Jól van, elszavarkozok én. Erre azon mondjuk vigyázz, egy kis glide. Ennek is mondjuk van jó képesség a szárnya miatt, az nem rossz, én azt mondom. Csak ne csapjanak le azok a... Ha volt, meg milyen varázslat volt. Csak úgy jöttek a dobozok a semmiből. Ne, azok a méhecskék jól leszedik az életemet, és arra gyorsan menjünk át a másikra. Így lesz a megfelelő, okay. Hát ezt beindíthatjuk, aztán ez fentebb visz remélhetőleg. Hát mi? Aha. Ott csak egy robot lesz, jó, akkor őt ki lehet egyszerűen kerülni. Robbantás. Puff, annyi mindenki. Dehogy annyi éppen csak lejön. Na menjünk gyorsan tovább. Ez az. Jó, akkor meg volt szerintem, hogy az első pálya, az első helyszín, és akkor utána pedig változtatja a helyszínt. Így van ez elkészítve. Oda fel lehet kapaszkodni. Szevasz, titánom. Na mi van? Crash? Hát amilyen lassan mászol, ne haragudj, de azért... Na jó, hát mondjuk a bandikútok nem, szerintem nem a nagy mászok, de hát nem... Ups, nem találkoztam én még bandikúttal, majd egyszer meg kellene nézni egyet igazából. Jó, gyere csak elő, és akkor menjünk ide fent. A zene is jó, beindult, valami jó változatos. Okay, ide fentre egy gyűjteni valót kérek. A pattogások, ez az! Még egy checkpoint. Jó, most itt így balra felé kell haladni, úgy veszem észre. Szóval ez a lift, ja, gyerünk, vihetsz. Így él fentebb. Okay. Hát akkor nem véletlen volt ott először az a láncot, hogy jöjjek föl. Érdekel, minden eset vitt volna még tovább. Amúgy a Doom-Monkey-kat, ha leütöm, olyan a hangja, mint a Simpson családból Homer, olyasmi a hangja amúgy, mert nem azért, hogy így beszóljak, de az Amazing Entertainment véletlenül nem készített egy Simpson családos játékot, mert nagyon olyasmi az a hangeffekt, hogy mint hogyha Homer lenne. Hát emlékszem régen, de nagyon régen még játszottam a Simpsons Hit and Run-tal, nem a csatornán, hanem csak úgy magamnak, de az elég jó játék volt, vagy hát szerintem még most is elég jó, de olyan Simpson családos, GTA-s kicsit, úgy az elég jó, az tetszett kiskoromban, vagy hát hogy nevezzem így magamat? Az itt tényleg fölfelé kell mászni, ha titánnal vagyunk, ha nem titán. Várjál, ide felpísz, kélek, jó, okay, innen pattogunk megint tovább. Vigyázz, mert titánnal is meg lehet tenni ezeket az utakat, az elég király, mert itt így le tudjuk így szedni ezeket. Jó, aztán pattogunk fentebb, láthatatlan, és akkor így megyünk tovább. Na gyerünk, ez jó volt, ez jó, így teljesen erre kell jönni, hogy befejezzük a pályát, vagy hogy volt ott a nyílmutat. Valami olyasmi volt. Milyen recikő, figyeld! Még lila színnel van itt. Jó, lila jeges komám. Át akartam ugorni a jeges támadást, de... Na jó, így is sikerült. Várjál, erre kell tovább. Vagy a liftet gondolta a játék, hogy ott menjünk föl, mert akkor én megyek arra, ha úgy van, de hányszor kell még ezt elkábítani? Ezt nem szeretem ebbe, hogy az elkábítás után még mindig feléledhet, és akkor utána meg... Jó, várjál, vigyél engem, vigyél bizony így a következő pálya szakaszra. És akkor egy láthatatlansággal kezdünk, utána meg piff és paf. Doom-Monkey-kat berakták ide, hadd legyenek itt nekünk. Jó. Le is ütöttük. Érdekes, mert pont illik ehhez a pályához. Tehát most megyünk a fához, a Uka-Uka családfa, vagy hogy is volt nevezve
az Xbox verzióba, de ott is úgy meg kellett azért mászni a magaslatokat, fel kellett jutni a fához, és itt is az a cél, illetve itt is úgy van kialakítva az egész pálya, hogy itt így fölfelé haladunk, nem csak így ötletből, hanem tényleg megvan a határozva így a sztoriba, hogy azért megyünk így fölfelé, mert akkor itt nekünk a történetben az a helyzet, hogy meg kell mászni így ezt a fát, és be kell jutnunk oda. Uka-uka boss fight lesz-e a Game Boy Advance-osba? Az még egy jó kérdés. Arra még kíváncsi lennék, hogy lesz-e. Én szívesen legyőzném ott így akkor őt is, és hát várom is igazából, mert az van a sztoriba, amit követ ez a játék is, hogy Uka-Uka kipróbálja az Evolvorét önmagát, és akkor emiatt őt is úgy le kell győzni. Na, arra kíváncsi leszek, belefoglalják, vagy nem, vagy hogy lesz, de megnézzük, annyit tudok mondani, hogy megnézzük és figyelemmel kísérjük az Entrapment Islandet, mert mondjuk a szigetek azok ennyire nem voltak így jelezve az Xbox verzióban, ott úgy csak egybe volt az egész, én úgy éreztem, hogy úgy egyik helyről a másikra folytatólagosan voltak a történések, én úgy tapasztaltam, hogy egyik helyről a másikra, és akkor végig Moompa Islandön voltunk, én úgy éreztem legalábbis, ahogy játszottam. A DS verzióban egyértelmű volt, de itt azért itt szintén, hogy szigetről szigetre megy, hoppa, várjál csak, mi újság van akkor. Tessék, hazajjam. Bejöttünk. Aha, már bejöttünk. Most veszem észre, hogy itt ablak, meg itt vannak ezek a maszkok is. Itt találkozhatunk az Electric nevű ellenféllel az Xbox verzióban. Azt hiszem ez az volt, de lényeg, hogy akkor már közelebb jutottunk elvileg Uka-Ukához, vagy Ninához. Ki tudja itt így, hogy lesz. Annyi viszont biztos, hogy tényleg vannak itt ilyen ketrecek, olyan a kialakítása, mint ahogy már ismertük az Xbox verzióba, úgyhogy mindenképpen azt jobban alapul veszi. Ez meg egy olyan Spike, mint amelyik Recyclnek néz ki. Hát nagyon érdekes ezek a színváltozatok. Nekem jó, úgy is lesz majd a Mind Over Mutantbe változatosabb színezet, mert ott még hősi titánok is lesznek, úgyhogy azt a végigjátszást is lehet sok szeretettel várni. Jó, zsákutca van itt, hát akkor megyünk le, és akkor mászunk itt fölfelé, ajjaj, itt lesznek az ilyen zsákutcás ki. Wow, de durván kezdi, az is zsákutca egyébként, csak úgy szólok, hogy ott sincs semmi tovább haladás, ha csak nem titánnal kiütni valami. De most a kapaszkodónál ott miért? De ez nem igaz. Itt is zsákutca. Ki kell ütni a falat valahol? Nem, ott van egy lift bal szélen, tehát még visszább, és akkor úgy. Na hadd nézem, itt merre lehetett volna felmenni, de itt meg a pálya eleje nem is lehet felmenni sehol. Már nézzük ott a checkpoint, ezt a fal. Oké, jó. Tehát akkor van olyan fal, amit szét lehet szedni, de most nem annyira éreztem én, hogy az olyan fal lesz. Tehát azért, hát hogy mondjam, ezt lehetett volna valahogy több olyan törést mondjuk rátenni a textúrára, hogy azt tényleg jól szét lehet szedni, valahogy úgy ráhelyezhetik. Na itt most menjünk le, vagy nem? Itt egy vásárlási lehetőség, amit nem kérek, köszönöm szépen. Itt meg mászunk fentebb, igaz? Lesz ilyen patogó, hogy ilyen kapaszkodó. Hú, hát jó kérdés, hogy most hogy döntsünk. Checkpoint erre, akkor erre megyünk. Itt tuti megint az a fal, van itt egy olyan fal, megint itt tuti az a tenni valahogy, ez szét kell. De látod, hogy alig van rajta egy kis függőleges vonal, és akkor emiatt össze kell törni? Hát ez nekem kevés. Én azt mondom, hogy ez kevés, de hát jól van. Ha ennyi, akkor ennyi. Minden esetre, vigyázz, mert ezek a robotok attól függetlenül, hogy olyan kis furcsán mozgók, a sebzés azért bennük van elég rendesen, szóval várjál itt, akkor indítsunk egy magyarra. Lehet sebezni, de ő is kisebez. Hát nem igaz, hogy kifog. Ez is így győzze. Beesek mellé, berobbanok. Mi van itt?
Hát ez elég komoly volt, de be is ragadtam ide, vagy hogy van, hogy várjál, vagy jó, felrobbant minden. Akkor mehetünk, így robbantatunk. Megint egy ilyen fal, de most már nem fog ki rajtam legalább, mert már tudom, hogy mi a helyzet, és hogyan szeretné a jel. Hú, elugrott még a titán. Na, azt nem kedvelem, hogy elugorhatnak, és akkor úgy lazán, akkor szépen. Ja, meddig robban ahúzik? Na jó, gratulálok, elég kritikai, hogy a Jack erő meg erősödött. Jó, hát akkor az jó, ahogy így jackelem az ellenfeleket, úgy ügyesebb leszek, valami ennyit értettem belőle, nagyobb sebzést vihetek be, jó lesz, és akkor Crash-el érkezünk 4 élettel. Az életem nem túl sok van, de hát kitartok, ahogy bírok. Jó, nézzük, akkor most a boss, ja még nem boss, mert akkor azt tenné egyből a boss jelzés, szóval még most nem ott tartunk, viszont hogy gyűjteni valahol, hoppó, itt ez a fal, az a fal, na gyere csak elő, akkor gyorsan csapjunk oda, és aztán futás, de jó ez a kis varangy, na jó, gyorsan tudsz szaladgálni, ez mondjuk tetszik benne, hoppa, recikül, na vigyázz, ó, én haver vagyok, jó, szevasz, mert adugorjam át, milyen akadály van ott a checkpoint, akkor arra menjünk, jó, hát felőlem, mehetünk erre is. Hát itt már bonyolódnak a pályák abból a szempontból, hogy várjál, hogy mondjuk leeshetünk, felfelé megyünk, balra megyünk, jobbra megyünk, minden irány, minden támadás, hogy oda hogy tudtál letámadni, azt én nem fogom megérteni, de gyere csak elő is, hadd vegyelek át. Én a másikra gondoltam játékom, de megértem, mert azért csak egy 2D-s játékról van szó, nehéz lehetett eldönteni, hogy most mit akarok. De itt akkor itt le kell esni ezen az oldalon, mert úgy tűnik, hogy itt most erre. Ugye itt egy gyűjteni való volt, fú, itt be kell járni ezt a világot. Elég titkos és misztikus a helyzet, már jó az elszédült. Ebbe az irányba meg itt a pattogózások. Jó, a robbantás, minket is lerobbant, vagy csak úgy simán azt az ellenfelet. De hogy éli túl, azt meg ne kérdezz, mert én azt nem tudom, mert ott tényleg mindent bevetünk ellene. Jó, egy lift ide le fog jönni, és úgy visz föl. Oké, hadd nézzem, milyen csapdába, sehova, még fentebb visz, nem visz fentebb, hanem csak mi mehetünk, és itt van. Jó, ezek után hadd figyeljük meg, milyen boss fight lesz nekünk. Azt mondja, Nina, ez meg micsoda, hogy jutottál be ide? Azt hittem, hogy... Ja, gondolom azért vagy itt, hogy megmentsd a testvéred Kokót és a világot. Crash, maradj hátul, ez egy csapda, mondja Koko. Ne aggódj, Crash és én azért vagyunk, hogy befejezzük ezt az őrültséget. Nina, a gonoszságod és a vezetésednek itt lesz vége. Ti bolondok, nem érzitek, hogy én vagyok az új főnök? Uka-uka nekem adta a hatalmat, és én használom arra, hogy elpusztítsam a kedves bandikútokat egyszer és mindenkorra. Shakes his fist. Így mutatja Crash, ezt mutatta Crash. Oké, jó van. Na most pedig nézd azt a meglepetést, amit hoztam. Jöhet a Spider Bot! Úgy bizony. Na akkor hadd figyeljük meg a Spider-Bot. Tényleg itt van! Na várjál. De akkor mi lesz a vég? Várjál már, hát de mi lesz akkor a vége a játéknak, hiszen ez még a negyedik sziget, még van még egy sziget, és már a Spider-Bot ez az utolsó epizód az Xbox verzióba. Tehát ez a vége a játéknak, de nem úgy van. Ó, még Nina is itt van nekünk, add csak ide ezt a sebezhetetlenséget, és akkor külön le kell győzni azt a pókrobotot, külön le kell győzni Ninát. Jó, aztán most nézzük a jackelés. Nina, jó, rugdosás, aztán ennyit tud pörgés, és a képesség pedig denevérek kiengedése? Valami olyasmi volt. Na akkor csapjuk szét itt az ellenfeleket, és utána pedig akkor... Wow, az igen. Egy titánt szeretnék átvenni, és akkor utána majd azzal legyőzzük Ninát. Na gyerünk, kik vannak itt, csak dumánkik érkeznek? Látom, de azok mindenféle színezetbe és szaglásba. Biztos más az illatuk is. Itt lesz ez a battler, ő majd jó lesz. Átugrok rá, és akkor utána támadok. Egy támadás, kettő, három.
így néhány beütés, és legyőztük. Ezzel pedig elsétált, csak simán elsétált. Ajaj, Nina elmenekül, és viszi Kokót Cortexnek a lebegő erődjeihez. Valamit tennünk kell, Crash, ne hagyd, hogy Nina elmeneküljön ezzel. Meg kell állítanod, mielőtt túl késő. Twitch, azt nem tudom, elrontottátok a tervemet, nem láttátok, nem utoljára láttátok engem, Crash, sosem fogjátok megtalálni a testvéredet, Kokót, vagy engem. Elment, szóval meg kell találnunk az utat a következő szigetre, de hogyan? Vár csak, megvan, át tudok változni egy gliderre, és el fogunk oda repülni, készen állsz, Crash, azt a mindenit. Jó, tehát akkor ezzel van itt még kiegészítve, az Amaze Entertainment nevű fejlesztői csapat még ide, a Game Boy Advance-os változatba is tett egy kis extra fűszerezést, hoppá, eközben a Dominatorben. Nina, mit csinálsz te meg itt? Az idő még nincs itt az idő, nem vagyunk készen. Remélem, hogy befejeztél a minden munkát a Dominator agyon. Kész vagy? Bocsi, uka-uka, hátra kellett hagynom az agyat. Az a Crash Bandicoot megállított engem, mielőtt be tudtam volna fejezni. Micsoda? Hát ez elfogadhatatlan, Nina. Úgy tűnik, hogy a képtelenség az a családban marad. Nem kellett volna kirúgnom a bácsikádat. Mire is gondoltam? Nina, te vagy kirúgva! Sír! Szegény Nina Kreis, nézd csak, azt írja, hogy sír. Uka-uka, sosem fogsz ezzel elmenekülni. Crash megment engem, és befejezi a gonosz tervedet. Bíz bennem. Csendet! Vidd el innen! Lehet, hogy van más használható, másra is használhatunk téged. Hozzátok ide Neo Cortexet. És itt van Cortex. A doktor itt van a házban, és már is jelentkezik a feladatra. Emellett Nina, amilyen változtatásokat tett, azok csak rosszabbá tették a tervemet. Jó, hogy visszatértél, Cortex, visszaveszlek téged, te vagy a főnök. Nina, még mindig szükségünk van rád, de csak a bácsikád mellett. Sokat kell tanulnod, mielőtt egy valódi gonosz zseni leszel. Nagyszerű újra megint a családban lenni. Szerintem van egy test Dominator agyunk valahol itt, abban a dobozban, amire abnormális van írva. Nagyszerű ötlet, Nina. Menjünk és dolgozunk a Dominatoron, mielőtt Crash ideér, meg akarjuk lepni őt. Hát ez igen, akkor... Hát ez... itt neki kellene... A dobozoknak menjünk neki, 15 doboz kell. Ez olyan, mint a Crash 3-ba volt, hogy is hívják a Bye Bye Blimps. A Bye Bye Blimps című pálya. Ez olyasmi, 15-t kell nekünk felrobbantani. Csak mondjuk ott... Most ott tennivaló is volt, nem csak dobozok, tehát ott le kellett szedni a repülőgépeket és úgy lőni, de azért ez is teljesen rendben van. Oké, és jó, 15 doboz összetörése, azok a bombákat ki kell kerülni, elég sok idő van rá, de hát mindig egyet-kettőt kihagyok. Nem találom egyszerűen, hogy merre vannak, tehát hogy szétnézek, 13-ba maradtunk meg, és akkor eljutottunk oda a lebegő bázisára. Tehát akkor tettek itt egy extra, tehát mi végigmentünk a sztorin, az Uka-Uka boss fight az kimaradt, de Uka-Uka utána vette át az irányítást, most ebbe a játékba, azután vette át az irányítást, hogy Nina elbukott. Tehát olyan, mintha így folytatva lenne az a sztori, amit befejeztünk az Xboxos játékba. Ez elég érdekes, hogy így lett ez megoldva. Akkor a landolásunk, olyan, mintha kint lennénk az űrbe, pedig azért talán olyan magasban csak nem vagyunk, hanem inkább úgy gondolom, hogy wow, de na, azért olyan nagy ütéseket ne vigyünk már be, Red Sickle Command! Jól lecsípted az életem! Oké, szóval akkor ide esünk le, vagy menjünk csak tovább. Hoppa, robbanózások! Na látom, te is nyomtad volna a megállítást. Ops, ez az, így kell átugorni. Jó, még egy ugrás, szevasz figurám. Csat, hadd menjek tovább. Gyorsan még vele robbantást, azt intézzük el. És utána, még utánam jött. Most már nagyon kíváncsi vagyok, nyomni kell egymás után, nézzük meg, hogy mi lesz akkor a sztorinak a vége,
milyen tennivalók lesznek, hogyan fejeződj, most Uka-Uka lesz a végső boss fight, vagy mégis Cortex-et tette főnökké, hát én tiszta kíváncsi vagyok, hogy akkor mégsem kiszámítható, amiatt, mert tovább megy a sztori, tehát legyőztük az Arachninát, és még nem fejeződött be az, amit lehetett tenni. Ez mondjuk egy ismerős helyszín, amit itt találok, most mentünk be a Dominatorbe. Tehát akkor lehet, hogy mégse kiegészítésről van szó, ahogy először éreztem, hanem inkább csak valamiféle formalitásról, hogy milyen sorrendben vannak azok az események, amik voltak, talán. Mert itt emlékszem az Xbox verzióban is, amikor bejöttünk a Dominatorbe, akkor az úgy volt, de... De Ninát meg már legyőztük, tehát emiatt úgy gondolkozok, hogy akkor most akkor mi a helyzet? Hát, minden esetre én kíváncsi... így kell lejutni? Nekem jó, hogy így kell lejutni, nekem mindegy, csak olyan festményeket ne lássak, mint a DS verzióban, ott volt még egy érdekes festménye oldalt Cortexről. Azt nézzétek meg, hogyha még azt nem láttátok, hát az kegyetlen, az is jó. Aki Clash of the Titans videókat, tartalmakat, akkor itt minden megvan. Az összes minden, amit el lehet képzelni. Hát igen. Hát ez elég jó volt szerintem így, hogy ezt én örülök legalábbis, hogy ezt meg tudtam osztani veletek, mert ez az én célom is volt, mert engem is érdekelnek ezek a játékok, minél többet, minél jobban meg akarom ismerni őket, úgyhogy majd ez lesz, remélhetőleg sikerül ezt megtennem a Mind Over Mutant-tel is, ott is mindegyik verziót bemutatni és megismerni a teljes játékot mindenféle fejlesztőkkel és különböző változtatásokkal, amiket tettek, nekem ez nagyon izgalmas. Na de még nem búcsúzunk, már olyan hangvételem van, mintha fejeznénk befelé, pedig még ez egy teljes sziget, amit nekünk még ki kell maxolni, úgyhogy hajrá, hajrá, bizony, gyerünk oda felugorni, hát nem nagyon lehet, titánnal legalábbis, úgyhogy nézzünk el erre, azt az oszlopot azt törjük szét, én amondó vagyok, gyerünk, oszlop széttörés, így bizony, és akkor most lehet fentebb jutni titánnal. Úgy érzem, hogy megvannak a helyek, hogy titánnal, ha fentebb akarsz jutni, illetve hogyha crash-sel fentebb akarsz jutni, így is, meg úgy is el tudod érni a magaslati pontokat. Ezt tapasztalom legalábbis. Jó, oké, átugorjuk. Hopp, szevasz, téged is átugorlak, de ott beragadtál. Ó, ide viszont muszáj egy titán, mert ott van egy oszlop, úgyhogy gyere csak elő, és hadd csapjak ide egyet. Jó, egy láthatatlanság, nem is sebzek semmit, de nem tudok elmenni, csak úgy elcsúsztatni őket, elcsúszkálni. Ez a baj a láthatatlansággal, hogy nem ad olyat, hogy át tudjak menni az ellenfeleken, de hát az már tényleg speedrun taktika lenne, hogy láthatatlan is, meg át is megyek ellenfeleken, és akkor végig zúzok, hogy ez valahogy úgy lenne. Majd azzal a bombával szerzek még egy másikat. Ó, nézd meg a méhecskéket rám küldte. Várjál, ebben mi újság? Abban egy sebezhetetlenség, az viszont nagyon jól fog jönni, és akkor a denevérrel tudom az oszlopot kitörni csákont, és így nyomás tovább. Már ez ugye a harmadik vagy második pálya, hogy ilyen helyszínen vagyunk, mert akkor már igazán érik egy kis változás. Ú, zsákutca! Akkor fordulunk vissza, megnézzük erre mi a helyzet. Itt még nem enged vissza tovább? Hogy van ez a játék? Itt lefelé esetleg ezt össze lehet törni? Igen. Jaj, de robbanós, úgyhogy futáson, ne? Ó, persze, hogy jön még ez a táncoló brigád is. Nem baj, de elveszem, és akkor így megyünk tovább. Kint vagyunk, ez az. Megyünk most már a magaslatokba. Bementünk, bekopogtunk, beléptünk, és most pedig akkor újra kint vagyunk. Úgy olyasmi a helyzet, mint amikor a Scorporillával végig sétáltunk. Emlékeztek arra, hogy mentünk be a Dominatorbe. Valami olyasmi ez a helyzet, nekem legalábbis így kinézetre. De ott a háttérben ez a nagy rózsaszín, ez a Dominator fej, vagy az ott... Fúha! Érdekes a helyszín mindenképp. De úgyis már tovább is haladtunk elég gyorsan, és itt a kapu, ezek szerint be is érkeztünk. Más volt a felosztása pályák alapján, de itt van szemben velünk a Dominator. Figyeld, milyen a szája! Neocortex fej, ez eddig oké,
de elég durván néz ki. Ja, csak egy kis rövid átvezető volt, hogy akkor beléptünk akkor a Dominator belsejébe. Jó! Hát ez komolyabban fel van építve. Ez nagyon jó fel van építve. A többi az csak az volt, hogy nagyon csináljuk, amit az Xbox, ez pedig úgy van felépítve, hogy oké, okay, akkor tegyük bele a kreativitást, tegyük bele a saját kis Amaze Entertainment fajta fejlesztéseket. Ez igen. Hogy sajnálom azt a fejlesztői csapatot, mert azóta nem hallottam róluk, szegény, nem tudom, lehet bezárták, vagy beleolvadtak egy másik fejlesztőbe. A Vicarious Visions jut eszembe, mert ők is ilyen jó fejlesztő csapat voltak, vagy jelenleg is azok, nem tudom, hogy mondhatnám, mert ők meg a Blizzard Entertainmentbe lettek úgy beleolvasztva, vagyis hát ezt olvastuk, ezt a hírt hallottuk, külön megemlékező videót is készítettem róluk, hogy hát nem tudom, hogy lesz, mi lesz velük, de így nem fogunk külön hallani róluk, hogy na Vicarious Visions készítette, hanem csak úgy, hát elvileg fogjuk tudni, hogy a Blizzard, amit fejleszt, akkor ő nekik is van közük hozzá, mert átkerültek, de hát az a helyzet, hogy az mégse olyan, hogy most Blizzard készítette, mert Blizzardban nagyon sokan vannak, tehát az most nincs úgy külön kiemelve. Én azt mondom, hogy azért megérdemelték volna, hogy külön kiemelés. A Beanoxot féltem még, hogy mi lesz vajon velük. Ők is nagyon jó fejlesztők. Aztán a Toys for Bob van még. Ők vannak még, na gyerünk emberek, mutassátok meg, a Crash-re vigyázzatok, Spyro-ra vigyázzatok, és ne hagyjátok azt, hogy az egyediséget kiszedjék belőletek. Legyetek önállóak, független. Na jó, most miről beszélek már meg? Inkább menjünk tovább, és akkor a következő Dominator-ös pályát tekintsük meg. Azt mondja, egy Spike-ot elkérünk innen, egy meglepetés támadással, ugyanis a láthatatlanság dobozát használtuk. Láthatatlanság doboza, volt-e már másik Crash játékban? Ezt mondjátok meg, mert igazából volt, csak nem tudom, hogy emlékeztek-e arra, amelyik játékban volt. Habár mondjuk nem tudom, hányan fogják idáig nézni ezt a videót, de azért a Crash rajongók, a Crash, igazi Crash Titans rajongók, ők bizony idáig is eljutottak. Itt ezt szét lehet törni, vagy hát igen, szét lehet. Neo Cortex-es, hát ez meg egyből támad, ez az Electric. Gyorsan támadjunk mi is párat rá, és akkor vegyük el azt a képességet. Így haladhatunk nyugodtan. Hú, a Mojo-t azért most már bőszen dobják. Itt föl kellene mászni, hát úgy tűnik, hogy csak Crash-el lehet menni, úgyhogy hát hiába támadok, inkább akkor mászunk föl és nézzük meg, hogy itt csak gyűjteni való lesz, vagy pedig valami, hát igen, így csak gyűjteni való. Úgy tűnik, hogy tényleg olyan jól készítették a játékot, hogy mindenhova el lehet jutni titánnal, tehát nem muszáj leadni. A mindenhová azt úgy értem, hogy ahova úgy a pálya visz és a továbbhaladás érdekében. Tehát most oda nem tudtam eljutni titánnal, ez igaz, de azért, mert ott nem olyan dolog volt, amivel úgy tovább kell menni a pályán, hanem az csak egy ilyen kis kitérő. Tehát a gyűjteni valókért le kell szállni a titánról, de úgy tapasztalom, hogy ha csak a pályát akarod befejezni, akkor képes vagy arra egy darab titán használatával is, ha elég ügyes vagy. Tehát azért az ügyesség azért még szükséges. Jó, mehetünk tovább a következő nyílt, és itt van a boss fight, ahogy láthatjuk az alsó körében. Az mondja, okay, üdvözöllek téged a lebegő erődönben. Remélem, hogy tetszik a dekor, mert hamarosan te is a része leszel. Na majd ezért megfizetsz, Cortex. A tiki lelkek meg fogják bosszulni, és nem fogják azt hagyni, amit a Wumpa szigeddel teszel, és a bandát tesz. Ez igen, akkor mondd meg neki, mondja Coco, jól van. Ti bolondok, eljutottatok idáig, ez lenyűgöző, hogy elmondjam, de bátor és buta döntés volt, az is biztos. Személyesen foglak titeket kiiktatni. Köszönjetek az én kis barátomnak. És mi az a kis barát? Ki az a kis barát? Vagy mi? Jaja, a fegyvere. Hát ez a boss fight szerintem volt a játék elején, úgyhogy nagy újdonságot szerintem nem fog, ha csak nem valami... Mi van?
Tiny, te... Várj, kell ide. Tiny, nyugi, hagyjál, én most Cortex ellen vagyok. Vagy most le kell győzni minden boss-t, vagy ki ellen, hogy... Cortexet legyőztem. Legyőztem Cortexet. Állj, Tiny, nyugi, téged is le kell győzni. Ugye nem hívott ki mindenkit? Mindenkit visszahívott, most meg a Tiny, gyere, tényleg Tiny-t legalább át lehet venni, és akkor lehet használni az ő képességét, ki ellen van itt még? Jajó. Érdekes, hogy Tiny-t választotta így, hát boss nem fogok lecserélni, de azért le fogom győzni ezeket az ellenfeleket. Vagy mégis le kellene cserélni, mert Tiny-t is le kell győznem, de így életben van, úgyhogy mégis csak lecserélem, csak... Minek ugrott le magától, mert ez nem én voltam. Ajaj, át kellett volna titánra ugolni, ahogy megszoktam. Várjál, még egy nagy ütés, még egy hátrarugás, jól van, crash, pörgetés, vagy fentről, az is jó. Legyőzve, fú, sikerült, jó, akkor Tiny és Cortex legyőzése. Nem tudom, hogy miért Tiny-t hívta még, segédnek se nem Engine, se nem Nina, pedig Nina elvileg ott volt mellette. Nézzük a szöveget és a történetet. Crash, tudtam, hogy meg fogsz menteni és megmented a napot is. Nem felejtettek téged se, Aku, mindketten segítettetek legyőzni Cortexet és a gonosz társait. Wumpa sziget most már biztonságos a mindenféle őrültségektől. A Cortex család, reméljük, ők is pihennek egy jó ideig. Három emelés a bandikútoknak, egészségetekre. A mai napon a gonoszság erői megszenvedték a bukást, úgyhogy köszönet Crashnek, a lelkek erejének, és még egyszer így mentettük meg a Wumpa szigeteket és a világot egy szomorú sorstól. De Aku, Cortex és a barátjai elmenekülnek a spaceship-en. Nem igaz, hogy az űrbe mennek ki, és még folytatódik a sztori. Figyeld! Nina, Engine, Neocortex egy rakétával. Ne aggódjatok, ott gyengék lesznek. Arra gondolok, hogy visszamennek a régi munkáiba, ott lesznek a gyárba, mint gondnokok. Ami pedig az én gonosz ikertestvéremet, Uka-Ukát illeti, majd én figyelem őt, és úgy gondolom, olyan érzésem van, hogy nem fogja szeretni az új hivatalos személygyűjtő címet Wumpa szigetére. De majd hozzá fog szokni. Hát azt hiszem, itt az idő, hogy visszamenjünk haza. Crunch biztos aggódik miattunk. Indulás Wumpa szigetre! Ó, Wumpa sziget! Sosem nézett még ki ilyen jól. Nézzétek csak! Ott van Crunch! Nézzük meg Crunchot, itt vár Crunch! Na mi telt ilyen sok időbe, srácok? Crunch, hála az égnek, hogy jól vagy. Aggódtunk miattad. Ó, szerintem itt az idő, hogy ünnepeljünk. Megmentettük a Wumpa szigeteket, és ez adott nekem egy nagy étvágyat. Valaki kér palacsintát? Pancakes! Sose gondoltam, hogy megkérdezed. Mi még itt van? Még egy mondat, ezt Crash mondja? Hogy azt hittem, sose fogod megkérdezni a palacsintákat, és így áll. Crash of the Titans. Fő szerepben Band Pitt, a Brad Pitt helyett. Bandicoot a Julie, mint Angelina Jolie, ez mi ez? Jay Bano, őt nem tudom, hogy melyik utalás, Mark Wahlberg lenne itt ez a crunchos. Bandy Coleman, az Andy Coleman, azt hiszem van egy ilyen színész. Wilder Beaver, őt Will Smith, hát őt nem tudom, hogy ki akart lenni, de az Image Entertainmentnek egy hatalmas tapsot adjunk, ugyanis egy kiváló Game Boy Advance-os játékot adtak, habár játékmenetben voltak megszorítások, amik szerintem a Game Boy Advance miatt voltak, és amiatt, hogy milyen játékot kértek tőlük, mert azért voltak már jobb Game Boy Advance-os játékok, ez biztos, tehát a Huge Adventure, az XS, illetve a Crash 2 Entranced, azok szerintem jobbak voltak, minden esetre titános hangulatot, játékmenetet egész jól elhozták, azért voltak közben, amiket mondtam, amik nem tetszettek, de Radical Entertainment is itt van segítségképpen, mert őtőlük is hozták szerintem a szöveget, a kinézetet, tehát a grafikai megjelenítését Crashnek és a többi karakternek. Szóval
Itt az ideje, hogy búcsúzzunk, de nem örökre, hiszen néha-néha nosztalgiázni, visszatérni fogok, hiszen ti is így vagytok vele, mindig úgy játszátok és nézitek a Crash of the Titans, vagy amilyen Crash játékot én közzéteszek, ezért én nagyon hálás vagyok nektek és a csatornatagoknak, feliratkozóknak, találkozunk legközelebb!